Hey, jó csat, szevasztok, sziasztok, jó napot kívánok, cső, hello, szevasztok, csá. Az a kurva nagy helyzet van, hogy már játékban vagyok, szóval másodperceket és overlay-t fogok váltani, csak ez a red buff nem öli meg magát, bassza meg, hát nem hiszem el. Sziasztok, srácok, csá, Bendi, csá, Noel, cső, Katalon, sziasztok, cső, majd jó reggelt, napokat, meg ilyeneket, bolondba. Nézzétek, 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 lolozunk, mindjárt be is fog történni, szevasztok, egy másodpercet sem pazarlunk, már játszunk is, mint akik függőek, mert azok vagyunk legből egyébként, csak nem akarok elmondani senkinek, se egyébként, meg szevasztok, még egyszer, csak... Hú, oké, szóval már éppen elaludtam volna. Ó, bassza meg, gyors, akkor offoljuk a streamet. Jordánia az menjen csucsukázni, gögövöp, gén, sleep, per sleep, vagy nem tudom mi a fasz. Ja, per afk, igen, ugye bár, meg ilyeneket kell majd még mondani. Hi guys, hello guys, 5-kor Yamato special, képzeljétek, illetve Kata or Leaf, köszönöm a követést, üdv a streamen, csőcső. Hello, Kata or Leaf, cső, hát sajnos nem katázok, akkor most el fogsz menni. Szevasz, rebel, cső. Te izé lázadó királya, mi van fater, hogy vagyunk, remélem jó, hogyha nem, akkor igazából is lássalak, ameddig nem vagy jól, meg ilyenek. Szóval az másik Levi csőcső, mindenki Levi ma, ja nem Levi, Noel volt, bocsánat, keveretem a kettőt, igen. A Discordon láttam a Levi gyereket, másikat. Plat 1, Elo Hell, hát igazából van egy nagyon szomorú hílem, a Plat 1 az nem Elo Hell, bocsánat, tehát tényleg egyébként meg... No brother, Emerald 1-ben még azt még aláírnám, sajnos Plat 1-ben nem Elo Hell van, sajnos Plat 1-ben csak hát rossz vagy igazából a játékban, de hát nem mondjuk el neki, semmi gond, amúgy meg zero problematikó vagy mi a faszom, a clearem kicsit fos, ne nézzetek rá amúgy, meg Mizuman chat milyen volt egyébként meg a hét első két károm napja, onnan buktam vissza, hogy a faszomat tudsz visszaesni egy teljes tier, nem is tier, mi ennek a neve? Egy teljes, de teljes tiert. Hogy a faszom lehet egy teljes tiert leesni, bazd meg? Mert hogy érted, amikor leesel Masterből D1-be, akkor azt mondom, hogy... Yeah, sure. Egy tier végül is, de ugyanúgy csak egy division. De hogy így, how the fuck? Ez most gondolj bele olyan, mint hogy Grandmaster 500 LP lennél egyik nap, másik nap meg D1. És így, my bro. Hogyan vagy ilyen tehetségtelen? Akarom mondani! Rebel, tudod mit mondok erre? Felkiáltolja Patreon szép testvére, 16-os lustrik, felkiáltolja Patreon, minden álmodat megoldja igazából a bolond, crazy, ötletes kis Patreonja Foxline-nak. Van tépénk, remélem, igen, nagyon jó. Gyerünk. G-gaming van, szuper, hellóka guys, Mizuka van. Gyere testvér, gyere, gyere. Nem baj, hát ebet, kubetű, ebetű igazából azt meg lett volna, de nem baj, nem probléma. Ez miért van ilyen sok van, gyors megnézem egyébként meg, hogy itt van ez a szutyok, hogyha nincsen, akkor kisebb problémáim lesznek. Ah, igen, nincsen. Hát nézzétek a bütyök kép. Hopp, hello. Bevegyünk erre, mint aki jó végezte a dolgát, hát igazából teljesen mindegy, mert elflesselt Lego chat, hát Lego, jól van igazából, ez kurva cringe volt, na mindegy, kapja be a faszomat. Viszont valami jobb zenét nincsen, nincsen valami crazy őrült music, váljatok, mert is bum, 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 mondom végtelen, vég, op, 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 op. Nyomott chat, nyomott fasz, oké, ezt megvesszük, bum, bum, oké, mehetünk is ki a picsába. Na szóval remélem jó volt mindenkinek egyébként meg a... Az első két napja a hétből, remélem mindenki elérte a céljait, nem úgy, mint hát Rebel, ugyebár unlucky, nem baj. Figyelj, ma Bendi, te mit nevettél, amikor jöttél, szép testvérem egyébként, meg hagy áruljad már neked egy titkot, még egy ilyen, a lyukad ilyen, jól van kis testvérem, vigyázzál magadra, mert aztán én nem fogok rád vigyázni, ez biztos. Addig jó még az emult, buzi csak. Hát igen, van egy rossz hírem, nem csak az emót lesz itt homoszexuális, na mindegy. De jaj. Képzeljétek el, aki nem tudná amúgy meg, ma a büdös nagy Yamato special lesz, ami azt jelenti igazából, hogy 5-kor el kell mennem streamről. Please működjön egyébként meg a basic.com, what the fuck, Riot Games. Szóval el kell mennem 5-kor streamről, ami viszont nem állít meg minket abban, hogy contentet készítsünk az embereknek, a népnek, akik ti vagytok egyértelműen. Értelmezzétek ezt úgy, hogy Yamato lesz a streamer egy kőkemény 10 percen keresztül. És az lesz a content, amit ő fog mondani. Amidesem, bárcsak egyébként lenne az agya, amidesemnek semmi gond, bratyeszkom. Menjél vissza, Alexa vagy ki a faszom vagy te. Daráj testvér. Nagyon jó. Hát nem jó, annyira jó egyébként, meg no problem. Aha, mi amigo, no, that's very gay. Oké. Okay. Kurva anyád. Szuper. Szóval nem tudom mi a lesz egyébként, jössz velem egy meccset? Nem. Sajnálom. Simán én tegnap melyik dia 1 és mára már épp hogy dia 4. How the fuck are you?
Erre nagyon egyszerű megoldásom van egyébként, hogy mit tesztek magatokkal ilyenkor meg. Ne, bármi is legyen az, hagyjátok abba, jó? Nagyon kényelmetlen egyébként meg ez a izékarkötő, szóval le kell vennem. Szóval bármit is csináltok, hagyjátok abba. Hogy de amúgy nektek így a harmadik lúznál így nem üteszetek be amúgy meg, hogy lehet, hogy abba kéne hagyni a játékot, egy indurka pindurkát. Nem nagyon! De csak így annyira egyébként meg, hogy reszteljen így a mental, tudod? Mert what the fuck. Nem Rizzből mondtam eskü, nem Rizzből mondtam, jó, semmi baj, semmi baj. Mondjuk az a baj, ez olyan szindrómás emberek élik át egyébként, meg ezt tipikusan, akiknek ilyen szezononként ilyen 600 meccse van. Tehát én nem tudom, hogy a faszom, hogy csináltok, hogy szezononként 600 meccset letoltok geci egyébként, mert az kibaszottul kurva sok. Kollapszolj már rá, hülye gyerek. Hát, akkor ne. Hát ez unlucky. Jó van. Tehát ezek kibaszottul kurva sok egyébként, meg egy az. Miért engage-elsz? Kettő az, hogy please don't. Miért? Várt? Váj, bro, mit csinálsz? Autizm, semmi gond. Jól van. Simán, igen, na szé... De mi a faszomért nem működik Graves-nek a szájba, amikor Graves-el Szóval amikor Graves-el először akarod megbézikatakolni egyébként, meg izé campeket, az bírom, jungle campeket, akkor a autótak move nem működik valamiért ezen a champen. Hát akkor elfelejti a izé játék, hogy amúgy bazd meg, létezik az autótak move ebben a játékban. Holy fuck, engedjük el, nem fogunk izélni autótak move-ban, oké. Na, hogy plusz a génius igazából, my G. Mit csinálunk magunkkal? Öttől végre normális content lesz. Hát Yamatónak a feje amennyire normális, igazából annyira lesz normális. De már láttátok igazából, szóval tudjatok, hogy mire számítsatok. Tudod. Szóval igazából aki megnézte azt a podcast specialt, akkor mindenki tudja, hogy hát Mi a Stice ugyebár a fiunkszal ugyebár. Hát fiunksz, képzeljétek el egyébként meg Yamato mit áldozott felértünk. Szóval az alábbi nagy hírem van egyébként meg Prime Sub durran? Dur bele, bolondba, őrült be. Köszönöm szépen egyébként, igaz még nem látszódik, de én elhiszem neked. De nem baj, szóval nem tudom. Alert az nem lesz, mert buzi, I guess, fogalmam nincsen. Miért nincsen? Ne kérdezz, miért nincsen. De én elhiszem, Pixel, köszönöm szépen, híresség vagy. Az én szememben a legkomolyabb híresség vagy. Szóval, visszatérve egyébként, képzeljétek el, Yamato barátunk egyébként megjönni fog hétvégén bebosszni hozzánk, aztán meg megbaszom, de hát ezt még nem tudja egyértelműen. Magyarország legjobb Draven játékosa személyesen, egyértelműen mindenki elbújhat, ugyebár én kétszer. A kék badge, Lego. Na szóval, ugyebár Magyarország legepikusabb Draven játékosát megvendégenem hétvégén, Zorexnek köszönjük közben a followot, üdv a streamen Zorex. És hát kíváncsi leszek, hogy a faszomon fog működni az egész dinamika. Durrantunk vele egy podcastet, ahol megkérdezzük, hogy miért homoszexuális és miért vonzódik a férfiakhoz, illetve utána pedig leitatjuk a picsába, az a második taktika. Nagyon epikus lesz, fú, úgy nagyon furcsa, az meg legutóbbi stream óta nem izéltem, loloztam, ami három napja volt. Jesus Christ, ember. Rendes rozsdás vagyok amúgy meg. Hát a bátyja nem játszik egy napig igazából, ma újra kell kezdeni a tanulni a játékot, ez borzasztó bazd meg. Amúgy Imagine minden játék, baszki, komolyan mondom, ami így kinda skilles az ilyen. Hát Valorantban úgy játszok most, mint amikor legutóbb abba hagytam. Öcsém, Cségóba nem találnék el senkit se. Ezzel a szarral nem tudok játszani szintúj. Hogyha leültetnél viszont izélni, hírosztod a stormozni, szintúj ugyanúgy tudnék játszani, mint amikor legutóbb abba hagytam azt a szutykadékot. Szia kerti törbe, és köszönöm szépen a followt, üdvüt. Szóval borzalmas, borzadály. Ó, de szép volt az autót a cancel, láttátok, remélem, mert mindjárt sírva fakadok. Nem, köszönöm Pixelnek a szobot egyébként, meg ha nem látni, officially nem tudom, van-e, de legalább ez nem olyan stream, ahol amúgy meg számít bármit is, ahogy lesz szub vagy nem, szóval whatever, tudod, bazd meg. Jaj. Lesz Yamato special OnlyFanson? OnlyFanson az lesz a Yamato special igazából, hogy a pénisz méretünket összehasonlítsuk, és akinek kisebb, az benyeli a másikét. Az a terv a Yamato specialra amúgy OFN, szóval igen lesz. Tegnap megnyitottam az OnlyFans-emet igazából, mert szegény vagyok. Szóval erről ennyit. Igen, Yamato csak holnap fogja megnyitni, nekem nem kell annyira a pénz ugyebár. De hát jaj, hát kinek mi ugyebár. Én nem élem olyan hardcore szinteken az életemet, mint Yamato ugyebár. De jó, szép volt Kevin, nem baj. Igazából menekülj csak fiam, de el nem futhatsz előlem. Más elől se nagyon igazából, őszinte leszek. Bum, gatya, köszönöm, viszlát, te is kérlek, gyere ide. Most azonnal szeretnék veled egy-két szót váltani, kis barátom. Amúgy miért nem reszetelődik a... Hello? Oké, okay, oh my god.
a mi desemben nekem van a monitorja? Insane, nem hiszem el, hihetetlen. Értnél, nem láttam 10 éve. Season 3-ban láttam legutóbb ilyen elképesztő fenomenát, bazd meg, hogy mi desemnek legyen monitorja, Jesus Christ. Lajos király, Luis, mi van Luizzal? Mi van Luizzal? Kövipöcs be Hecarim buff lesz, tudtad? Igen, tudtam, de köszönöm szépen a felvilágosítás, és nem csak Hecarim, de még Kha'Zix buff is lesz. Csak mondom. By the way, officially jobb Kha'Zix vagyok, mint AK, nem tudom ki tudta egyébként, meg beküldtem aztán valamelyik nap a Discordra, mert vissza is fogom keresni. Mindjárt visszakeresem nektek. Mondjuk nem tudom, hogy a faszomban van, mert most így 10 évig fogok keresgélni, de nem baj, csak értetek bármit, igazából game közben kiafkolok meg ilyen szarok. Lajos király lesz Lajos király sztori egyébként, meg megint. Ebben az epizódban, vagy nem ebben, de a következő epizódban, ami izé lesz, hogy is mondjam. Tehát a bazd meg most le kell kérdenem ezt a szart is. A... visszakeresem, Jordi csak pinálj meg Discordon, csak egy ponttal pinálj meg engem, légy szíves, köszi. Imádás van. Na, szóval... lesz Lajos király special egyébként a következő izé podcastben, csak mondom, aki nem tudná. Aki nem ismeri Lajos bát, az vesse el magát igazából az életből, mert hát érted, akkor YouTube-ra menjen át szépen. Viszont lesz Lajos báb special a következő podcastben, mert megint van egy Lajos bá sztorim, csak mondanám. Szóval zseniális, zseniális lesz. Mit vegyünk? Veszünk valami eposzi ilyet, mert behányok amúgy meg lassan a CC-től, csak mondanám. Igen, lábkép, láb, nem lábkép lesz a Yamato special, ne aggódjatok amúgy, annyi lesz, fogalmas, hogy mit tervez egyébként. Azt mondta Yamato egyébként, az akar lenni a special, hogy elmegy veletek custom gamezni, aramban ötvirtőzni, ameddig afkolok. Ugyebár mondom, jönnek rovarért, tehát anyámnak a tökéletes szervező képessége. Ugye a szomszédtól jönnek át a csótányok, meg ilyenek, mert nem tudom, milyen lepratelepet üzemelt ez a szomszéd itt mellettünk. Szóval jönnek át ezek a szarok a konyhába. És ugye már anyám mondta, hogy jó, van akkor igazából rovarírtás, gögövöp, intézte, blablabla, mindegy, oké, és akkor így, melyik napra kell nyilván intézni a rovarírtását? Amelyik nap streamelek, és amelyik nap nincsen itthon. Szóval egyértelműen arra a napra kell üzemelni egyébként meg mindent, hogy Foxly, drága Foxly intézze, úgyhogy egyébként meg, hogy nulla segítsége van itthon, szóval kurva jó egyébként meg. Meanwhile streamelek is, szóval, igen, nagyon rossz amúgy meg a timingja anyámnak, de hát igazából... nem tudom, tudom-e hibáztatni igazából, hogyha... Figyelj, végül is, hogyha nem adtak neki más időpontot, akkor jó, akkor igazából ez van kategória. De... attól még enneki. Attól még kurva nagy enneki. Figyelj, bemegyek mindre igazából, nagyon szívesen kitágítok pár lyukat, hogyha ne azon múljon itt. Szavasz voló csőcső. Tehát igazából megjátszhatjuk. Ez a retkes kis patkány. Subidubi, hellóka. Hát ez kicsit mellé ment, de nem baj. Ilyenre is kerriznem kell, most már nincs olyan, hogy bazd meg izé lekingeljek valamilyen térén az életnek, szóval hát sajnálatos módon ugyebár kerrizni kell az IRL 1v9-eket is most már. Igen, kövi patchben, igen, nem tudom mi még a Hecarim buff a mai stream, hogy van linketek amúgy meg arról a Surrender vagy FF20-as oldalról, van linketek egyébként meg, hogy mi lesz a Hecarim buff meg a Kha'Zix buff amúgy meg? Mert kurva jó lenne. Rohadt jó lenne tudni. Ugye most fingom nincs, hogy micsoda az. Igazából. Oh my god, elbasztam a letaliti proccomat a semmire, mindegy. Mikor lesz amúgy bingo? MC bingo? Nem, ma lesz. Csütörtökön, meg akkor lesz majd a izé is. A rák a szíva annak a nevének, várjatok, mindjárt szóval fog jutni. MC bingo, akkor csütörtökön lesz, illetve izé is csütörtökön lesz. A Family Guy-os fassági csütörtökön lesz, igen. Nem jutott hirtelen eszembe, hogy mi a faszom váltok, már borzasztó vagyok, Jesus Christ. Memória az gatya. Hát a Vane Foxly már ugye bár, hát nem hiszem el úgy, mint egyébként meg fiatal korában. Megvan? Igen, hagyd nézzem majd. Lopom a hajgumid. Te szopadék, te. te szopadék. Hát nem hiszem el, barátnőnek van 10 hajgumia, szóval kunyaráltam tőle egyet egyébként, meg egy éve lassan. És hát ez azóta megvan amúgy meg. Szóval az officially ez az egy hajgumim van, igazából. Te szopadék, hogy belopta a hajgumit a Márton, baszki, nézzétek. Tudjuk, de Jordi, figyelj, megtegeltél engem plösh valahol? Nem tegeltél meg, Jordi, nem szeretsz minket? Jordi, szopd ki. Please, nem hiszem el. A retard, éned a legjobb. Hát ez igazából azért mindennapos látványosság, nem tudom mi a faszom olyan különlegesabban. Van-e itt valami izé? Nincsen? Hát akkor ezt is elviszem, basszátok meg. Ha már egy ide van nekem rakva az orrom alá igazából, akkor érted, why the fuck not? Reply-oltam? Igen, hol a picsába? Hogy nézzem már meg. Reply-oltál. Mikor, geci?
De milyen szobában, more? Jaj, várjál már, subi-bubi, hagyjál már békén, öcsém! Kis testvér, vártok, vártok, mert most akció van. Kőkemény, vérontó akció. Bum, durranós. Oké, okay. Fekszik, nyugszik. Várjatok. Na ugyebár most egy, tehát a kicsi, tehát a Graves probléma ugyebár. A nem tudok base-gat akolni probléma. Ja, mert izébe küldtem Minecraft szerverre. Most már apátok officially jobb kazix, mint AK. Tehát itt van AK, ugyebár. Aki nem tudná. Eune 128, itt van apátok, Foxlilol. Eune 101. Nem azé a 20% plusz winrate ért egyébként meg, nem azé, de hát durrantottam egy pár bolondulatot, csak mondom. Easy life, easy clap, meg minden amúgy meg. Szóval, ja. Úgy, amúgy érdekes amúgy meg, tehát hogy jó, mondjuk a winrate valószínűleg az közre segített amúgy meg, mert nekem, nem tudom, D2 50 LP-n vagyok most, vagy a faszomba. Amúgy ki kéne mennem a D1-be? Chat, ha lesz elég ideje Yamatónak, ma kimegyünk D1-be? Kérünk valami low ember fos accountot. Elküldjük supportnak. Hát bazzeg, Yamato miután bazzeg, meghaltam annak a gyereknek. Elküldtem blitzezni, és offstream annyit csináltam, igazából mondtam a csávonok, hogy merre menjen. És megnyertünk két gémet így instant. Az a baj, utána mennem kell, mert barátnőm jött haza. Aztán befoglalta a gépet, és azóta nem is játszottam, Jesus. Azóta nem is, semmit nem rolasztam amúgy meg. Master Lego. Menjünk vissza Masterbe, azt mondod, a Redemption Arc. Figyelj, eddig 60%-os winrate-em van D2-ben amúgy meg, hát a bátya smurföl. Hát a bátya smurföl! Hát mit akartok egyébként meg tőlem? Hát konkrétan, itt izé, amúgy ez a game, nem tudom, hogy a faszomba vagyunk most. Meg is, hogy nézem, kinda szopja a csapatom, a nagy fasz, mondjuk topon meg boton, az csak a szoki. De csak a szoki tényleg amúgy meg. De nem baj, amúgy ez a Hidden Tactics, BAM! Bombá! Ott is van. Kis Gravesco. Mondd tetyám, hogy vagy? Dinoszom, királyomsz, legendamsz, császáromsz, csössz, mizuman, csüssz, bocsánat, csüssz, ugye? Csüssz. Nincsen semmi egyébként meg. Én kurója vagyok. Voltam ma edzeni, kezdődik el a műtétem óta, másodjára voltam edzeni, sőt, elkezdtem edzeni ezen a héten, ugye bár. Fuck you, please, please fuck you. Please fuck you, mi ez a champ, what the fuck? Mi ez a champ? Amúgy, hogyha kivennék Pantonnak az, hogy halhatatlan az ebetűje közben, akkor balansz lenne a karakter. Csak mondom. De nem. Szóval. Amúgy, ha damage-et redukálnám, hogy 70%-kal, az amúgy kinda fair lenne, mint a Belveth. Nem halhatatlan. Jaj, hogyha hátát ütöd, jajajajajaj. Bár te csak megáll háttal egy falnak, mint most. Most akkor mit csinálok ellene? Na ugye. Szóval igen. Viszont kinda unfun ellene játszani minden egyes meccs csapott, nagyon idegesítő. Ne vidd el a blue-met a jebözi! Kurva anyád, 100 goldot ér! Te kis köcsög! Valaki linkeli nekem a következő patchnek a notesait egyébként, meg a leakeket, mert biztos kim vannak már a leakek amúgy, meg valaki küldi. Valaki durrantja nekem, boys. Boys in the hood. Na várjátok, már timestamp-el nem kéne, hogy AK-t lehugyoztuk amúgy meg Kazix-szal, csak mondom. Így-e. A mechanikai god. Látjátok, Patreonomon mindent elérhettek. Még azt is, hogy a faszomon olyan mindent értem Kazix-szal. Nagyon egyszerűen, hogy abuzálni kell ezt a karakter egyébként, meg ő most ilyen broken fos. Bár most amúgy annyira nem, mert kinerfelték. Van Kazix-ra még mindig egy build, ami nagyon OP. Nagyon-nagyon OP egyébként, meg... Csak azt nem mondtam még el nektek, csak a patronosoknak. Oh my god. Oh my god. Ott a link, Dota Esports, Isten vagy Kó, Isten vagy. Azt hiszem, meg is remélem, hogy itt van. Jó, majd megnyitom game után, köszönöm a linket. AD Groft Inc. 0,5-ös AD. Ennyi. Ti tudjátok, hogy mennyi egy AD két szintenként egyébként meg? Mert nem a legtöbb a világon. De remélem tisztában mindenki. Hogy, tehát remélem tudja mindenki ugye, hogy mennyi egy AD két percenként. V-time is egy szek. De ezzel akarják kiszúrni a szemünket. Most tehát a Gangplanknek szétbuffolták az ultiát, meg minden szarját, és így, tudod mit, Hecarim? Hecarim kapjon egy AD-t két szintenként. He? Az nem elég semmire!
Jesus, kiszúrják a szemünket, boys. Hát hihetetlen. Maradunk Gravesnél igazából. Ez a champ, ez egy autóvin, csak mondom. Ez a champ nem lehet lúzni. Szevasz, Cserna, cső! Te bombasztikus fene gyerek, ami zon veled, te partner. Te. Te vagy az én partnerem vagy, tehát az ágyban, meg ilyenek egyébként, meg nem máshol. Tehát te milyen tudod. Imagine Nocturne. Sziasztok, szevasz, serfőző, szevasz. Szia, Chris Advice. Szia, VR Jani, cső. Cső, VR Jani. Megyek botra. Nagyon nincs ízlésed, botokat irányítani nem nehéz. De amúgy Yamatóval olyan volt bazzeg játsz, amikor elküldtem a csávót supportkodni, mint amikor Cségóban belökkenettek a botot, mert kiafkolt egy teammétetek, vágod? Most már nem. Most már ugye nincs ilyen rendszer, de régen Cségóban ez volt. És konkrétan csak mondod neki emótokkal, hogy bátya hova menj? És bejön, működik, mert a bátya oda megy. Szóval... Tehát Yamatóval ilyen érzés volt játszani, amikor csávó, menj szupporkodni. Jó, lemegy szupporkodni, mondom, Yamató, levetod, farmolt ki, mobicipő, rás, és jössz velem. Jó. És csak annyit csináltam mindig, mikor vettem vidre, Yamató, gyere, jó. És csak így futott blitzcranker, így felbazd meg, érted? Mondom, Yamató, találd el. Hát valamikor betalált, valamikor, nem, amikor nem, akkor leflémeltem, hogy hülye buzi, akkor meg át, akkor meg kicsit megszeppelt, ugye, hogy bocsi, direkt, my bad. Utána pedig így mondtam, Yamató, találd el, lehúkolja, ott van, és lett egy killem igazából, kurva vicces. Na, bennem, hagyjatok már csorók. Yamatóval kb. Ilyen érzés volt egyébként izélni. Miattakem ennek a neve. Dumózni, kurva vicces volt. Actually, nagy change jobb lesz, annak örülj. De ugyanúgy unusable lesz egyébként meg. Tehát ugye tudod amúgy meg, hogy működik a jungle jelenleg, ugye? Tehát remélem tudod. Tehát a jungle úgy működik jelenleg, hogy az AD szorzó nem scale el a damage-nek, tehát smite-nak a prokjaival. Az AD szorzó nem prokkol a smite-nak a hülyeségével. Ergo felesleges. Ergo, hogyha veszel egy darab rubik kristályt, akkor többet ér, mint bármennyi AD-t, amennyit te tudsz venni a játékban. Szóval, ahelyett amúgy meg, hogy buffolnák Hecarimnak a szájba baszott izéjét, ezt a fasságát, ahelyett egyébként még az itemei, az valamelyik itemet, amit vásárolni kell rá, bebuffolnák rá a HP scalinget, akkor viable lenne. Csak az a baj, hogy itemeket meg, hogy veszélyes buffolni, mert ugyebár akkor más is megkaphatja, nem csak Hecarim. Szóval elég egész unfun a szituációban, ugyebár most a League of Legends, mert AD scale-el nem lehet egyébként meg normálisan farmolni. No. Kreatív ulti te semsz. Nice. Nem! Várja. Hú, de jó kombó volt, Kevin, úristenem! Jézusom! Hát mindent mellé nyomtam, gec. Hülye buzik, egyetek faszt minden. Megint rajtam van az egész team egyébként. Ez ilyen hobbi, geci, vagy mi a faszom már amúgy, meg a Graves erőszak? Megpingel ez a csicska. Te köcsög N-word, te. Amúgy láttatok, hogy izé kimondta az N-word-öt. Adin rossz amúgy meg. Doran Blade. De jó, hogy mondod Doran Blade-et amúgy, bazd meg. Most már nem veszek mondjuk, mert túléd, de mindegy. Szia szívem. Szia Gábor. Doran Blade Hecamid, te hülye vagy, bazd meg. Hagyd nézzem meg a patch notokat inkább, nézzük. Hecarim, ezt megnyitom külön. Meg én izére vagyok még kíváncsi Kha'Zix-ra. Kha'Zix nincsen? Nem úgy tudod, nincs Kha'Zix beneírva. Fuck you. Miért nincsen beleírva Kha'Zix, boys? The duration increased from 4 seconds to 5 seconds. Ja, a duration az mondjuk nem rossz, az jobb, mint a CD-t buffolnák. Az jobb, mint hogy a CD-t buffolnák. A Kha'Zix-nak nincsen kint még a patch notes-a? Miért nincs kint a Kha'Zix-nak a patch notes-a, chat? Why? Huh? The fuck? Enyém, Rivanz. Szavasz, Barney Csőcső. Imagine duózni. Hát amúgy kinda cringe, not gonna lie. Mennyi! Oda elegem van amúgy meg bazd meg Teemo-ból, annyira szétkentel ez a buzi champ. Szedjétek srácok, boys in the hood, oké, tegyétek szét a lábaitokat. Chat, hány ezer forintért teszitek szét a lábatokat? Férfiak legalábbis, fiúk. Például Cserna, oké? Kai meg is lepődött. Hát hallod, hogy mindenki meglepődött volna, gondolj bele, mikor Chief Keef azt mondja, viszont mikor Chief Keef megadja neked az N-word pest, akkor igazából azt csinálsz, amit akarsz. Érted? 5 forint, let's go Zsanár, hát te vagy az én emberem akkor, na.
Figyelj, hétvégén bulizzunk, jöjj Yamato, igazából Yamatónak szeret. Amúgy volt régen egy taktikánk, most ebből eszembe juttattam amúgy, meg juttattad igazából, na mindegy Zsaner. A lényeg az, hogy régen volt egy taktikánk, azt akartuk csinálni, hogy a szűzhaverunknak bérlünk egy kurvát. Viszont neki nem mondtuk volna el azt, hogy bérlünk neki egy kurvát. Egyértelműen. Szóval egy nagyon vicces situation egyébként meg, hát lett volna legalábbis, bum. Oké. Okay. Nagyon vicces szituáció lett volna amúgy meg. Hogy ugyebár eljön Spanabulira előbb vagy utóbb igazából. Szóval mivel nem jött egyébként így lemondtuk az egészet, de nem volt. Viszont az volt a terv, ugyebár az eredeti terv. Ó, egy ilyen faszt egyébként. Nem! Meddig tart az a buzi? Hallod? Hány hónapos volt ez a kurva fir, baszd meg azt a rohadt teget? Jézusom ember. Mindegy. Ezért veszünk BC-t, mert elegem van a damage-ből, meg ebből ezt a szart is megveszünk. Szóval, az volt a tax, hogy elhívjuk havert buliba az 100 szűzbarátunkat, illetve hívunk egy örömlányt ugyebár neki, aki nem tudja mi az örömlány, keresere. Szóval, ez szép és jó volt, majd utána mondtuk, hogy az lesz a tax, hogy nem mondjuk el Spannak, hogy ez egy tényleges örömlány. Akit mi felfogadtunk, azért lefeküdjön bele. Szóval, csak lebételtük volna a Spant arra, hogy menjen oda és szedje fel. És a csajnak pedig beadtuk volna, hogy így szeretné eljátszani a csávó ennek az egésznek az élményét, mert szereti a vadászatot, érted? Szóval, ez volt az egésznek a terve, minden, hallod? Meg volt, hogy kit fogunk hívni, meg volt, hogy hogy fogjuk beadni, meg volt, hogy hova megyünk, meg volt minden. Span felhív, bazd meg. Reggel, a buli napján, bazd meg, reggel, hogy hát beteg lett, nem jöhet. Utána a harmadik Spannak kellett lemondani a kurvát, hogy ne jöjjön egyébként meg. Kielégíteni a kisbarátunkat. Kurva vicces volt egyébként, meg rohadtul vicces volt egyébként, meg. Szopás, pontosan. Hello Bandor, how are you? I am under the vote. Na már megijön a Pantheon. Pantheon playerek, amúgy szüzek. Mindegyik. Gyere baronadni, nem tudok baronadni ezt a jungle nélkül. Kezdjétek már, bazd meg, nem vagyok én a kulcs, ami a kibaszott titkok kamráját nyitja, ti hülye köcsögök, basszátok meg! Hülye buzik, bazd meg, csak kezdjétek el! Mi a faszom ez? Mi a fasz? Szőnyeg bombázás, ember! More! Hát chill, Timo, chill! Ott még van egy... bal fasz, geci. Hogy kell pingen? Mi a fasz van? Jó, nice, chilling, várjál! No way! No way! Smite? Oké, okay, basic, nice. Hopp, most bezoomoltam és egy probléma van, az egeremnek nem működik a jobb vagy a görgője, szóval most zoomolt leszünk, nem, várjatok, a második egér. Oké, okay. Tax, mehetünk, zsa. És ezt nekem nem akartok beadni? Hát haver nem volt kiskorú ugyebár, te meg az vagy kis haver, szóval ez kinda illegális lenne, de hát mondjuk, bár a prostitúció az alapból illegális, szóval kinda nem számít. Ugye? Végül is. Ó, oh, shit, tényleg. Ez most olyan, mint haverom, ahogy szevaszfari csőcső. De eszembe jutott egy megint egy sztori, a büdös picsába. Ha? Hova tűnt a bátyja? Oké. Okay. Most eszembe jutott még egy sztori egyébként meg, erről az egészről. Haverom random rám írt valamelyik nap egyébként meg, hogy csá, tesó, nem kell olcsón cigi? Mondom, nem cigizek, haver. Ja, jó, fél áron van egy doboz pedig, de mondom, nem cigizek, tesó. Ja, ha valaki tud, szólj. Mondom, oké. Okay. I guess. És elkezdte sorolni, ja, amúgy van pia is egyébként meg, Jack Daniels, 10 liter 30 ezerért, mondom. Mennyi? Azt mondja, ja, de az még nem biztos. Azt mondja, elkezdte sorolni, hogy amúgy, ha érdekel, van még... kamagra, mi a faszom, prostata erősítő, kokain, meg ilyenek. Mondom, ne, álljunk meg! A piánál még kezdett fel jönni a figyelme egyébként meg, hogy így, érted, így... Ez kinda olcsó, itt valami nem biztos, hogy legális, érted? De amikor így mondta, hogy van kokain...
Akkor én mondtam, hogy tesó! Hogy mink van? Azt mondja, jéééé, olcsón tudom adni, mondom, nem kell! A faszi, Delulu, érted? Nem normális. Kedvencem, ez nem volt neki elég jelzés egyébként, meg hogy jó chill, what the fuck. A faszi elkezdi utána, hogy ja, amúgy nagyon érdekel van, kamagra mondom, minden viagra. Kokain után még mondta, hogy mi a faszom, gomba is azt is tud szerezni, hogy ilyeneket mondom, ne. Állj! Azt mondja, mi van? Azt mondja, nem cigizel, hogy mi van? Mondtam, tesó! Mi a fasz? De a kedvencem az az, hogy ez hajnal 3-kor, bazd meg, érted? Szóval erre keltem fel. Erre keltem fel, bazd meg. Beteg az agya a csávónak. De zseniális volt, nagyon jót nevettem rajta. Mondom, figyelj már, tesó, egyébként ezt így hogy? Annyit írt, hogy maradjunk annyiban, valamiből meg kell élni. Keci. Oh, Istenem. Imádom ezt a csávót, ha. A jungleben most az új meta, minden ami AP, minden ami tank, illetve Ivern, meg Graves, és igazából minden más szar. Ennyi. Tartásra figyelni? Jó. Monitorom nem látom így, bazd meg, mondjuk, de az mindegy, mindig már extrém szinteken tartás volt. Az illegális akkor stricinek is az lenni? Hát, igen. The fuck? Figyeld, chat, figyeld, az egy basic attack. Csak az a baj, hogy pina, szóval nem lesz egy basic attack. Oké, okay. A bátyja eltűnt egyébként, meg a rengetegbe. Ilyen lehet egyébként befutni faszerdőbe szájjal. Látjátok, srácok, Graves jó csemp. Graves erős csemp. Kicsit sem unbalanztam úgy meg, de vajon jól az elemények, elemi team botot chaseli a toposunkat. Aki 2-9-ig itt endelünk, bazd meg, érted? Zseniális, kibaszott a géniusz, amúgy meg az enemy. Belőle kinézem rohadtul kis kopasz dealer. Rizsa? Nem Rizsa. Ezt nem ismeritek, ezt a srácot. Gatya. De Nocturne nem érdekli amúgy meg, hogy amúgy GGVP, vagy mi van? Na mindegy. It is what it is, chat, it is what it is. Durrantom már egy izét. Durrantom már ezt a buzi TikTokot is. Fú, de rossz hamis hangom van, geci. Állítsatok meg többet, ne izéljetek. Engedjetek, hogy énekeljek. Ha betölt egyszer a kliens, amúgy totál K.O. lesz amúgy meg. 10 liter? Komolyan mondom, a csávó azt mondta, hogy 10 liter, 30 ezer forint. Na mondom, mi? Egyből írtam minimum 10 haveromnak, bazd meg, hogy egyébként meg érdekel-e téged 10 liter, 60 ezer forintért, érted? Tehát bizniszember vagyok, tehát azért nem lehet ezt a lehetőséget csak úgy ott hagyni. Egyértelműen, szóval érdeklődtem haverjaimtól, hogy hallott tesó, tok 10 liter 60 ezerért. Kliens geci, működj már, mert besegítom az agyadat! Nem működik. Na most ilyenkor mi van? Patch note, de tudok kattingatni, amúgy ezt bírom. Titeket érdekel, chat? Mi az illegális akkor stricinek? Igen, tesó, cigizek, de azért port még nem szívok fel. Pont te, Bandi, pont te. Ez a sztori, fogadjunk, Rizsa, neki van, ti is kés kéznél? Nem. Száz Kitty. Cső. Hát azonnal egyébként megkezdjük ezt a szart, chat. Mind az accountokat, meg jobbra, meg balra, meg ilyenek, de kinda... Azt mondta, hogy ott a kurva anyámat. Na, újra akkor, reset! Mi a faszom bájtok? Gémail, Shane, oké, szuper. Na, úristen, promoted to bronze, chat! Bronzos lettem, bazd meg! Ott van! Ott van, chat, bronzos lettem, pogerz. Szavasz, fécső. What the fuck, oké. EU West, bugos fos.
Chat, megvan a bronz! Megvan, ott van, geci. Ott van, chat. Apátok durrantotta. Végre. 10 évnyi grindolás. Minimum ugyanennyi évnyi szenvedés. Megvan a bronz EU-esten. Bronz... Mit fúr a buzi szomszéd, bazd meg? Az a kutyageci szomszédom egyébként, én nem tudom csetem úgy eldönteni, de a szomszédunk, bazd meg, anyám felett, a tagom fúr, napi 7 órát fúr, a másik 3-ban kopácsol, meg még van 6, ahol bazd meg fejeli szerintem csak a falat is spontán, mert a XD vicces, vagy fogalmam most nincsen. De én komolyan mondom ezt a csávót, ki kéne verni öcsém egy póznára, mint Jézust, aztán a hasába kéne állítani ezeket a geci ízéket, rudakat, nem pedig a kezé meg a lábába. Hát olyan idegesítő ember. Na, elkezdtem flémelni és abba hagyta. Szerintem nézi a streamet. Rohadjon ki a szeme színe. Szevasz Dandusz, csőcső. Bizonyban császárom. Képzeljétek el, jön Yamato és jön Kőr is vasárnap, ami azt jelenti, hogy lesz egy montázsom amúgy meg valószínűleg a napokban, mert nem a napokban, hanem így az elkövetkező 1-2 hétben összehívunk egy pár spant, elhívok egy pár spant, és annyi lesz a dolguk, hogy isznak. És felveszem mindenkit, ahogy iszik ebből a izéből, még a partner piából vágjátok. Felveszek mindegyik izéspanomat, aki iszik a partner piából, és kirakom egy montázsba, és csinálok egy ilyen videót, és big, huge. Úgy, megint fúr neked ez a ribanc. Ó, Rumusz, ó ne. Ó ne. Azt most tudod, egész a mikás butrokat rak össze, aztán adjál 3000 forint haszonnal. Hát belerakok a seggébe, hogy amúgy kifizetem neki a 3000 forintot, hogy abba adja, bazd meg! Hát... Fú, de idegesítő. De amúgy eddig nem volt ilyen probléma, amúgy még sose csinálta ezt, hogy fúrjon, baszki. Ez az új szomszéd, ez szerintem egy 2-3 éve csillezett, chilling. Egész nap chilling. Most az utóbbi 1-2 hétben úgy ráállt öcsém, mint hogyha, nem tudom, használt gumikat fúrna a falra a szeretőitől, öcsém. A csávó szerintem csak a hetek meg az évek során feljülem, mert kotongumit azt így fúrja fel, öcsém, a izére, a tapétára, hogy jó van ez a feriké. Beteg az agya. Belebarkácsolom az agyába azt a kurva kalapácsot, most már komolyan mondom, még egy ilyen csinál jövő héten is. Már elegem van. De reggel 7-től este 8-ig, bazd meg. Én nagyon dolgoz, szorgalmas úriember amúgy, de menjen már dolgozni inkább ezt a szar furagatás helyett, menjen munkahelyre, bassza meg. De másik kedvence, amikor a bátya túl nagy melót kap, vagy nem tudom mi a fasz, akkor nagy ötvös okossággal nem a házában kezd el fúrni, kiviszi bazd meg a panel rengeteg közepére, érted, a folyosóra kiviszi, és elkezd ott fűrészelni, öcsém. Egy torkát fűrészelném el, akarom mondani, in-game. Szóval azt malac, csőcső. Amíg betöltünk, boys, addig nézzünk egy loldölt, oké, okay, nem, Minecraft-le. Bazd meg anyád. Minecraft-le. Nézzük egy Minecraft-dölt, ameddig betölt, jó. Nézzük mi a mai Minecraft-döl, jól van, chat? Nézzük, craftoljunk egy ágyat. Craftoljunk egy ágyat, én azt mondom. Az mindig valid. Hopp, nem egy ágy. Legyen egy aranykard, nem egy vaskard, a stabilabb általában az. Hopp, oké, ez valami. Legyen egy gyémánt csákány, mi szólunk hozzá. Dur, oké, vagy egy csákány, vagy egy balta, de se nem gyémánt, se nem vas. Majdnem rímáltam úgy meg. Szóval, legyen egy aranybalta, mit szólunk hozzá. Úgy érzem, hogy múltkor is az volt, nem? Nem aranybalta. Mi a fasz? Akkor kőbalta. Hopp! Ez mi a faszom? Kőásó? Kőásó, chat! Szalasz, Lori! Kőásó! Ott is van! 6... Találat, vagy mi a faszom? 6 tip. Ásó kap a nagy harang! Faszom a szádba landolhat, ugyebár, ahogy mondanák ezt a ős C-típusúak is. Na! Fú, milyen advanced tudok. Ilyen advanced taktikák mennek egyébként, meg gyerekek izében, Ironban, vagy milyen faszom bronzban amúgy meg, hogy megyünk én védelni? Váltok már 2 kilogram, milyen rangban vagyok, bazd meg? EU-West.
Váltok meg, urak! Hát de mi, háló, várjál már. Hát de nagyon komoly taktikák van neki, Tyronba, geci, várjál. Ó, kurva KS, szádba egyéb... KS, nem amúgy meg, nem amúgy, de amúgy egy picikét KS volt, de beszeküreltem a bátyját legalább. Lett egy eyeball kollekciónk, ami kőkemény egy attack damage, de... rotyogna. 2 kg káposzta, account ark. Pontosan, szép testvérem. 2 kg kapesztosz. Anyád úr, anyád úr, anyád, nem bírsz magaddal? Gyere vissza, ribanc, félsz tőlem, mi? Én is félnék magamtól. Csak nézd rám. Rodjál meg, te köcsög! Akarom mondani. Zsa. Nem iron, boys, ez bronz. Ez jó, ez bronz. De, fájtolunk. Megőrülsz. Menj. Dara. Hát nagyon gratulálok egyébként meg a... Tesóm, nyugi, chill. Egy pillanat. Nagyon jó. Oké. Okay. Semmi gond, chat, semmi gond. Igaz, Garennünk köbben leintelte, meg Ignite-ja is volt, semmi gond, chat, nyugalom. Jó lesz minden. Nagyon szerencséje van. Nagyon... Jó. Hogy vagyok? Nem tudom. A Ludas az a Matyi igazából. 3-0-ás Draven. Legó. Na hát... Hogy hol haltunk meg, testvérem? Hogy... Na most ezzel ellen egészen pontosan mi a terv? Amúgy meg egy ilyen, egy 3-0-ás Draven ellen mit kell tenni, chat? Kiafkolni vagy lefutni minden? Na mindegy. Csak landolhatna. Unatkozik lakásba hobbi barkácsoló? Hát amúgy jöjjön át, az adok én neki olyan munkákat amúgy, hogy szíve leszakad, bazd meg, de nekem ne farkácsolni, mert hobbi barkácsolok az arcába egy izét, egy kalapácsot már mindjárt. Az jó, eltaláltam őket, bazd meg. Mindegy. Imádkozni. Jó, chat, preach, imádkozzatok, testvéreim. Jó van. Amúgy milyen volt az új videó, srácok? Durracsatok már egy lájkot rá, létszes lehetek már nagy királyok amúgy meg apátoknak az új videó órájára. Hogyha nem szerettek, akkor nem kell amúgy meg egyértelműen. Akkor szopjátok ki a faszomat, csak hogy tudjátok. Hogyha belájkoljátok, akkor meg én szopok ki mindenkit amúgy meg, aki belájkolta. Csak mondom, a lájkolók között a legutóbb videómon kiosztok egy orgazmust. Csak mondom. Mit szadak hozzá? Stabilnak tűnik, nem? Stabil. Kinda jó deal amúgy meg. Belemész Draven arcába, aztán leölöd, vagy ő téged? Jaj, a 3-0-es Draven, vajon ki fog nyerni a 0-1-es Graves, vagy a 3-1-0-es Draven? Hát ja, szerintem egyébként, nem tudom. Nem egy eldöntendő kérdés amúgy meg, ez csak ilyen, hát tesóm gölöhöfő. Ez konkrétan egy muszlimi imádkozás már. Hát amúgy megvallom bűneimet, és akkor lehet win streak-em, vagy nem tudom, milyen komoly a faszom van, de ez nagyon undi-bundi. Nem flex bő, de én voltam a második lájkol. Nagyon kell ez a kielégítés, testvérem, az azt jelenti amúgy meg valamilyen izé nyelven. Mi a faszom volt ez? Majd először megnézem, aztán majd én eldöntöm, hogy belájkolom-e. Jó, befogom zárójelben. De, tehát Malac, te azt mondtad egyébként meg, hogy jó lett a videó, szóval ne hancúrozzá itt, nem? Mert belehancúrozok a szádba egyébként meg egy vasrudat. Jól van, testvérem? Csöcsö, Flower, csöcsö, bizony van bajnok. Amúgy bocsi mindenkitől, aki amúgy meg Patreonon le van maradva. Azt akartam mondani, hogy nem ezt akartam mondani, azt akartam mondani, hogy bocsi mindenkitől, aki Patreonon még nem kapta meg ugyebár a kontentjét. Meg fogjátok kapni a kontentet Patreonon. Egy problémám van. Meg kell vágnom azt is, szóval most már az is extra munkám van, nem csak hogy kikúrom, most ő lesz, ami lesz. Na hát nagyon fantasztikus, frenetikus, fantazmagórikus. Ha elég nekünk az a kurva Alistar is, nem kell itten megváltani a világnak a összes csecsemőjét, hülye buzik. Ha lett volna flash, amúgy az double kill, csak mondom. No fucking way. Ez olyan rossz a Nautilus, hogy már most sírnom kell, te meg mit pingyel, te köcsög! Öld meg anyádat, ingém. Üss bele még egyet? Jó, köszi. Mehetünk.
Az a baj, hogy úgy, mint dzsungeles egyébként, meg srácok, muszáj egoistának lennetek, csak mondom, mondtam itt is, nem engednek el, akkor box lesz, jó zsírkirályság. Mi van, most mit pingem? Mit, meg akarsz halni, kisfiú? Fusd le! Ha van a faszod, lefutod most, kiskutya. Csak mondom. Nem, fél. Konkrétan nem mer lefutni. Hülye buzi. Nézd, mit csinál? Dehogy nem meri lefutni, úristenem. Jézusom, csak vicceltem, geci. Apám faszát, na mindegy, hát igen. Amikor durran az Iron. De amúgy ezek tényleg bronzosok, bazd meg, ezek hogy játszik ez a Yasuo-he? Mindegy, majd először megnézze, igen, állj már, terjesz szép, holsz infon, cica fiú, én azt mondtam, mikrofon jó, nem azt, hogy meg is néztem, meg azt, hogy az is van. De hát nézd már meg a koplös, hogyha már ilyen jó az a izé mikrofon. Hát ha olyan jó az a mikrofon, akkor egy lájkot megérdemel csak a mikrofon, nem? Nem is én, hanem a mikrofon, érted? Érted? Nem is apád érdemli meg a lájkot, hanem a mikrofon, csak mondom. Szabad napon van, úgyhogy sütök gofrit meg rankedezek ma szerintem. Szóval a bátyja úgy döntött, hogy szabad napja van, szóval elmegy idegrákot kapni igazából önkéntesen. Csáhókám, nem arról szól szabad nap, hogy pihenjél meg nyugodt legyél, nem pedig arról amúgy meg, hogy próbáld meg meghalni minden létező módon. Ez a dumb waste to die, ugyebár? Ez a dumb waste to die? Szóval Fox Slim, nem maradtam le semmiről. Ha engem kérdezel, nem, ha a többieket kérdezel, igazából minden lépésről, mozdulatról lemaradtál mai nap. Attól függ, milyen szempontból vagyunk, ugyebár. Én, na, még egy ilyen bazd meg. Lyukat tágítok, csak mondom, hogy Veigar. Jó erős az a fos. Szóval nem hiszem, nem. Contentnek a lényege még benn van. Szevasz, Kori. Szevasz, testvérem. Menjünk, durrancsuk. Nem mondom, egyszerűen nézni a streamet, meg a videót is majd meg lesz. Jó, rája, nem azért mondom, érted, csak egy két kattintással boldogat teszel egy barna bőrű úriembert, érted? Hát ki az a barna bőrű úriember, akkor éppen ezt nem tudom. Hát izé, az Aria zenéből az a hajléktalan csávó. Amúgy azt a győri csávó, az ezek, az ne győri volt amúgy? Milyen banger. Megszoktam, hogy hülyékkel kell beszélni, és kicsit túlnyug is vagyok munkanélkül. Kereskedelemben dolgozó, mi? Semmi gond akkor. Oh my god! Look at the moves, look at the blaze! 2 kiló káposzta, what fasz that? Ja, Istenem. Menni kéne durrantani egy dréket. Ez a köcsöl megint elkezdett fúrni amúgy meg. Srácok, az figyeljetek már egyébként meg. Ugyebár én úgy tanultam, hogy ha valamire adsz választási lehetőséget, akkor az úgy működik, hogyha nem válassza a fél az egyiket, akkor a másikat válassza, ugyebár. Szóval, hogy én oda megyek és mondom a szomszédnak, hogy figyelj, tesókám, van egy választási lehetőséget, vagy a szádba tolom egyébként meg azt a fúrót, meg pedig a seggedbe. És választania kell egyet. Na most, hogyha nem válassza azt, hogy a szájába tömöm, és a seggébe kell, hogy tömjem a fúrót, akkor teszem én fel a kérdést, az legális? Na, ez egy fontos kérdés, oké? Az valid? Olyat lehet? Vagy nem szabad? Nem tudom, amúgy meg egy barátomnak kérdezem egyébként, nyilván nem én magam miatt izélek. Kérdezem azt, hogy már mi van? Azt mondja, hát mondom. Figyelj, azt mondja, pont kijött ezért szeretve, hogy fel tudom hívni egyébként, mert azt hittem, hogy később fog streamelni egyébként, mert akkor depresszió. Hogyha meg nem, akkor meg nem. Hadd nézzem. Hát igen. Hát amúgy nem. Na mindegy. 47,5 kilósan ez lehetséges lenne, nekem sose sikerült. Mi? Feldugni valaki seggébe egy fúrót? Csak bele kell mondani neki, hogy üljél bele, bátyja. Ha beleül egyébként, meg utána nem kell csinálni semmit. A heavy lifting az a gravitáció megoldja utána. Nem értem a problémát. Szius Mius 1-2-3. Szius Cicus 69-69. Cső, boronem. Pöcsi. Mi van? Pöcsi. Meg karós viccet elsütni, de elsiettem. Triceps, biceps, akkor megcsuk, micsoda? Mentem edzeni, jó csávókám, öcsém, mit lehetsz minket, vigyázzatok, smurfölni fog IRL Lori. De az a baj, Lori kitol minket, bazd meg egy kézzel. Csak mondom. Te a bátyja olyan, akivel nem kell baszakodni, majd ha baszakszol vele, akkor te leszel megbaszva. Csak mondom. Amúgy, meanwhile, ez a BDS Garen, várj, ez a BDS Adam, boys!
Bid... Na, nem, nem, majdnem egyébként, majdnem BDS-edem volt a csávó. Nem értem, miért nem BDSM a nevük amúgy, meg nem pedig BDS, tehát ez amúgy, ez egy hatalmas nagy izé. Aki nézi a Wörcöt az értek, nem nézi a Wörcöt, az pedig hát fuck you igazából. Én sem nézem a Wörcöt, én csak klippekből tájékozódom. TikTok klippek, minden második izé TikTok klippem az az, hogy BDS Edem, vagy Garennel bazd meg, vagy pedig izé Darius halpentázgat így chillesbe. Chilling. Nagyon zseniális amúgy az a csávó. Hopp, ezután megvan talán az item, nem, mert a dzsungelt nerfeltük, szóval még kell még 60 gold. Menjünk. Most még egy szervat. Tehát, hogyha adom egy lehetőséget az úriembernek, a szomszédomnak, hogy vagy a seggébe dugom, vagy a szájába dugom a fúrót, és azt mondja, hogy nem akarja a szájába, és feldugom a seggébe, akkor az legális, nem? Mert ő kért te végül is akkor, tehát tudom, hogy végül is nem kérte egyiket se, de valamelyiket választania kell. És ha nem a száját kérde, akkor muszáj szájába, akkor muszáj segélyt kapni, Uno. Szóval érted? A kurva anyádat Veigerben. Szóval akkor az legális-e, hogyha feldugom neki, miután nem kérte a szájába a fúrót, mert végül is akkor az azt jelenti, hogy a seggébe szeretné. Real shit. Oh, milyen izé! Prediction. Aztán ez így nem így működik. Kurva életbe. Hát mondjuk az mondjuk egész szomorkás akkor. Jó, akkor ezt a sztorit nem mondom el, jól van, srácok? Oh, teszte le hát, ha bejön? Jó. Ja, Istenem. Oké, okay, stab, mehetünk. Zsa, go, vigo, meg ilyenek, zene, skip, meg behányok, menjen ez, ez egy basszó zene, vagytok, ez egy kurva zene. Ugye. Szevasúbac, mi van testvérem, hogy vagyunk, megvan egyébként, meg a Daily Climb amúgy, meg a mai napi 10 win, az meg, amúgy chat, de csak mondom amúgy, mert csak azok írhatnak amúgy meg, erre a chatre. Tehát megbeszéltem a Twitch-sal amúgy meg, hogy aki ír erre a chatre, az automatikusan amúgy megkap egy 10-es win streaket. Csak mondom. Szóval bárki, aki mai nap egyébként meg chat eldumálgat, az automatikusan kap egy 10-es win streaket. Az, hogy a mikor tányát egyébként meg, azt nem tisztázta le a Twitch velem. Szóval azt sajnos nem dumáltam meg velük amúgy megérted, hogy mikor kapja meg a 10-es win streaket, meg hogyan, de meg fogják kapni a 10-es win streaket elő vagy utóbb biztosan pov, amikor anyát próbálja elmagyarázni, mikor lesz meg ki egyébként meg, vagy mikor viszel téged meg ki, néz kb. Olyan. Ez olyan, mint amikor kérdezitek, hogy hallod Foxly, mikor lesz nézőigém? Lesz ma nézőigém? Hát, majd meglátom, tudod. Ez olyan, mint amikor anyád mondja, vagy anyádnak mondod, hogy anya, ehel visszal a Mekibe? Hát, majd meglátom. Nem. Nem. Szimplán nem leszel elvéve a Mekibe. De én megígértem nektek, most hallgassatok szavaimat, aki a mai nap bekövet, vagy csak csetel, dumálgatunk, fütyizünk egymással, az kap egy 10-es win streaket. Megdumáltam a Twitch-en meg az izé Riottal, oké? Okay? Megdumáltam a srácokkal. Azt mondták, hogy felőlük stabil egyébként meg. Tehát felőlük játszik amúgy. Hopp, megvan az első páciensünk, úgy néz ki amúgy. Hopp, gatya, viszlát, köszönöm. Help me, please. Rohadj meg, hülye bumzi. Ne, no way, mindenki jött HP. Ne, Ani, Tibor, gyerünk, valami. R, testvér, R. Err! Hülye buzik, bazd meg. Köcsögenik. Amúgy, vajá. Vajátok? Barátnő nem vitt evőeszközöket. Szóval most kind of fucked a helyzete. De elmagyaráztam, hogy hogy a faszomba tud kapni egyébként meg evőeszközöket. De nagyon egyszerű, csak kér egyébként. Amúgy meg, mert van azt hiszem valami kantinot a melóhelyén. Milyen, hogy van Twitch partnered Evet, a család jó? Hát nem lett jobb geci egyébként meg, hogy elolvastam, vagy hogy pafán basztam magamat. Na most valaki most fordítson. Dennis! Per! Igen! Igen. Aha, ja. Pontosan, testvérem. Ahogy mondod, Dennis. Isten úgy segéljen.
A meccseimet látom komolyan. Meccseimet látom komolyan. He? Anyád, buzi, hülye köcsög. Hopp, figyelsz, Smite. Ajó, van elég sebez egyébként, de Q-val fél HP. Faszomat bele vagy sembe. Jó van, szóval... Zalánnak köszönjük szépen közben egyébként meg a követés. Szóval Zalán, köszönjük szépen, bajnok vagy. Egyetlen jungle defense, nyilvánvalóan az, nem tudom ki a faszom, hogy Z mondana mást amúgy meg. Hogyha lúzolsz bármit is, csak jungle defense a faszom. Bah, jaj, majdnem behánytam, bocsi, direkt voltam, úgyhogy megláttam azt, hogy a Ramus elejátszok még mindig, úristenem. Imagine. Amúgy nem tudom, miért nem bannoltam, ne kérdezzétek, meg volt az opciómra, az én vagy fasságom. Jaj, éled Drake, éled Drake, éled Chemtech Drake, éled Chemtech, szopjátok le a Chemtech Drake-et, testvéreim, apátok megy itt a izé finisher. Most mindenki megy Drake-re, mondom egyébként meg a Mind Games-et amúgy meg, figyeljetek. Mennyi leszel az új jungle? Figyelj már, mindjárt magyarázom, jó? Mindjárt magyarázom, jó? Előtte mondom a Mind Games-et, most figyelj, most ráment mindenki a Drake-re, elvittük a Drake-et úgy, hogy én meg topon most endelni fogok. Figyeljetek, gec. Hát endelnék amúgy meg, csak nem tudom, hogy tehát Riven itt van, enni meg úgy megy inkább midre, I don't fucking know, na mindegy. De viszont visszatérve amúgy meg, milyen eddig, tehát az új dzsungel, elmondom milyen. Szóval eddig a dzsungel olyan volt, mint hogyha hetero férfiként egyébként meg megöklözték volna a seggedet. Na most. Az új dzsungel az olyan, hogy most már nem egy, hanem két ököl van a seggedben. Igazából. Ennyi a különbség. Tehát nem olyan nagy a változás, tehát érzed, hogy valami nem stimmel, viszont még mindig kényelmetlen a helyzet odalent. Igazából ennyi. És az odalent alatt, ugyebár botlént értem, mert hát valahogy mindig ezek feedelnek amúgy meg. Szóval igen. Ennyi az új dzsungel igazából. Semmi extra, semmi különös, csak a szokásos, csak kicsit másabbul fájdalmas. Szarnak hangzik? Mert szerinted eddig jó volt a dzsungel? Mi a faszom? Sose volt ő ez a szutyok, butyok. Menjél! Brum brum. Jó, minusz egy flush. Hello. Royal flush, zsa. Hát az kicsit mellé, nem baj. Apátok intézi a többit innen igazából. Bum bum. Ó, bütyök kapitány, bum! Ne, nincs ma nem! Kurva! Pedig mekkora gigász kombó lett volna, bazd meg. Oh my god. Nem volt ma nem. Sadly. Két EP és D2, zárójelbe, mindjárt meláll akkor. De jó, az nagyon fullos. Amúgy kell nekünk cipő, image, jó kell cipő egyébként, meg egyértelműen. Nem lehet cipő nélkül szalagálni, srácok, belépünk a végén valami rossz izébe, szögbe. Amúgy nagyon veszélyes egyébként meg az az ember, aki nem épít cipőt a 20. perc előtt. Mert a 20. perc után egyébként, nem tudom ki tudja-e, de elkezd a napon spónolni rozsdás szög. És hogyha beleléptek egy rozsdás szögbe, akkor tetanusz kaphattok, vagy hepatitis B-t ugyebár. És hogyha ezt megkapjátok, utána pedig kaptak egy debuffot, ami azt jelenti, hogy meghaltok minimum 12-szer a gameben, hogyha nem vesztek cipőt a 20. perc előtt. Szóval nagyon fontos, hogy mindenki megvegye a cipőjét egyébként meg a 20. perc előtt, mert ha nem teszitek meg, tetanusz kap a karaktered, be belelép a rozsdás szögbei in-game. Csak mondom. Szóval létszi vegyen mindenki cipőt. Az is, aki nem akar, meg az is, aki különcködni akar egyébként meg, vagy büdös a szája, vagy nem tudom, az anyja nem szerette soha egyébként meg kiskorába, az is vegyen, légy szíves, jó, nagyon fontos. Szia Mátyás, cső. Ez melyik patchbe jött be? Ez a mostani patchbe jött be egyébként meg a... Azt meg, he. A 13.20-asba. Nem! 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 Ramus geci, nerfeljék már ezt a szart csempet, bazd meg! Ah, Jassó, arkad adta! Nagyon effektív egyébként meg ez a csemp Ramus ellen, hogy elnézegetem. Nem jött amúgy üzi a streamről? Hát nem is fog nyugodt, testvérem amúgy meg. Ki a faszomért? Ja, jó van, látom. Szarnak hangzi, pontosan, de amúgy nem olyan volt, hogy nem lehet elszmájtolni a mininokat. Hát mégis lehet egyébként meg, tehát hogy nem akad ezt meg egyébként meg, de midiben van. Vajá. Hát mint mikor a lányok sleepoverjén a buzinak tetted magadat, erre előkapják a 30 centis dildót, hogy amúgy dugd fel. De viccesnek hangzik egészen addig, amíg ez nem történik meg veletek, chat. És nem
Nem tapasztalatból mondom. De abból mondom. Ja, Istenem. Minden játék és mese, amit nem kapják, hogy tényleg elő a 30 centis, hát hogy amúgy meg nyeld be. Na jó, story time. Nincs story time, csak vicceltem, bazd meg. Jó, jó kasolataim, köszönöm szépen egyébként. Nagyon szépen köszönöm egyébként meg. Hát igen, magyar órán ugyebár a nem, ez nem is metaforán, ez a valami a betűs. Anál? Valami ilyesmi, nem tudom. Szóval magyar órán ugyebár nagyon odafigyeltem, amikor análozni kellett, vagy valami ilyesmit kellett, nem tudom, a valami a betűs. Hogy tudom én. Garovok! Köszönöm a followot, üdv a streamen, csőcső. Hello. Bum. Bum shakalaka! Hát ezt soha nem fogjuk megölni. Kell a Black Cleaver! Faszomat! Fekete hasítóbárt, hasonlat. Alliteráció, az bazd meg! Ugye az a szó, amit én kerestem. Hasonlat, de van erre egy szakszó amúgy meg. Azért akartam úgy mondani, hogy ilyen professzionálisnak tűnjek, aztán meg egyébként meg jó besültem a faszba. Érted? És az a mi van, aki full build-en van és eladja a csukát? Hát... Az champtől függ. Az champtől függ, őszinte leszek. Tehát hogy a Rivennel csinálod. Általánosságban egyébként meg, hogyha ezt megteszed a champek 99%-ával egyébként meg, utána nem csak amúgy meg hepatitises lesz a karaktered, de anyád rákot is kap és nem in-game, attól tartok. Tehát ugye attól szó szerint IRL. Hát igazából azon kívül nagyon semmi más. Mertok csak nem. Asszony inkább nem eszik, mint hogy el kelljen. Tehát asszonynak olyan szociális problémái vannak, tehát olyan szorongása van azért, hogy beszélni kell emberekkel, hogy asszony inkább nem eszik, mint hogy kérjen a konyhásnőtől egy kanalat, geci. Szegény jány, geci. Én tudok vele azonosulni, amúgy, tehát én tudok vele relételni, amúgy, én tudok vele relételni egyébként meg, mert én nekem inkább tépjétek le a bőrömnek a legfelső három rétegét, mint hogy fel kelljen hívnom a házi orvost. Érted? Tehát tépjétek le és kenjetek be mézzel, aztán vessetek a legelső floridai mocsárba, geci. De a házi orvossal nem fogok beszélni. Nem! Érted? Szém! Amúgy nem, tehát csak a házi orvos, de én az a baj, akárhányszor elmegyek a házi orvoshoz, és tök mindegy, mennyire vagyok halálos beteg, én mindig azt következtetem le önmagamban, hogy tuti azt fogja hinni, hogy csak megjátszom, geci, és kamuzok. Fix. Tehát biztos nem hisz nekem, geci, beteg vagyok, érted? Egyszer. Segítség! Segítség! Miért nem jön a kurva tankunk tankolni, baszd meg! Bocs. Bekönnyeztem, gec. Anyád. Nekem kell egy BC. Az abban már nagyon komitolt meg kollektorra, szóval meg kell vennem, mert nem lesz slotom, szóval kinda szar. Mikiek? Jaj, bekönnyeztem, baszd meg azt a kurva, úgy elkezdett csikarni a torkom, ember. Nem tudom, ez jutott eszembe. Nem baj, Mátyás. Jó vagy. Na, most már tudsz menni. Most már tudsz menni. Teljesen más, nem baj. Én is ilyen vagyok, nem látom a problémát. Ennyi. Ja, én is néha. Amúgy, de nem tudom, de mondom, akárszor felkérni az orvost, én úgy vagyok vele, hogy tudja azt, hogy én kamuzok. Tehát ilyet konkrétan... Számból fosok, bazd meg, a seggemből meg hányok, érted? Ilyen problémáim vannak. Felhívom az orvost, ezt elmondom neki, és akkor tud, így fejben így tudja, hogy azt fogja mondani egyébként meg, hogy ez egy kamus, geci. Hát ilyen nincsen. Meanwhile egyébként meg nagyobb problémám van, mint ez. Tehát vér jön ki mind a kettő lyukhamból, érted? De nem merem mondani a tagnak. Mondjuk amúgy nem lenne tényleg ilyen problémám, hogyha az orvos venné fel, és nem az asszisztense. Az asszisztense egy tahó fasz egyébként meg általában. De minden szájbasszott orvosnak egyébként, meg az asszisztense egy köcsök kutya. Tehát én nem tudom, de egyébként, hogy a faszom van egyébként ez a mai, tehát... Hogy is mondjam, ez közegészségügyben, vagy hogy is mondjam, tehát egészségügyben nem tudom, hogy a faszom van, de valamiért az asszisztensebb, meg a nővérkék
olyan szinten nehezükre esik nekik, bazd meg az, hogy elvégezzék a munkájukat, hogy ez valami hihetetlen ember. Komolyan mondom. Rendben szenvednek, hogy el kell végezni a munkájukat. Hát múltkor mentem kontrollra, bazd meg a műtét után, azt így mondta öcsém a nő, hogy melyik orvos keressem ugyebár. Mert mondtam, hogy izé kontroll szedik időpontot kérni, azt mondja. Melyik, tehát ez már a 34. kontrollom volt, oké? Okay? És így mondja a nő, hogy tehát melyik orvoshoz? Elmondom neki, hogy jó van, ez meg ahhoz kell, bátyám, azt mondja, jó van, akkor azt akkor még nem őt hívtam. Mondom, negyedjére keresem így egyébként, meg úgy az orvos mondta, hogy így kell keresni önöket. Szóval negyedjére keresem így önöket, eddig nem volt probléma, most már hirtelen probléma. Szóval jó van, mondjad meg, hogy melyik orvoshoz kell, mielőtt megőszülök. Hát én olyan szinten fejeltem volna át azt a telefon gecéjékén meg, hogy törjem el az állkapcsolatnak a nőnek, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Én éreztem a feszültséget magamban olyan szinten, hogy mondom, én ezt... Találok egy utat arra, hogy bele... megfogjam a nyakát, bazd meg, a telefonon keresztül, érted, baszki? Nagy levegő, érted? Mondom, nem fog lebaszni egy izét, egy köcsögöt, bármennyire is köcsög, mert hogyha most lebaszom, akkor később problémám lesz azzal, hogy kérek időpontot, mert nem tudok máshogy időpontot kérni erre a szarra. Mondom, jó van, nem baj, most túléljük egyszer, Kevin, túléljük. Mondom, XY orvoshoz kell. Azt mondja, hát jó van, már hazament, de azért megpróbálom megkeresni. Mondom, hogyha hazament, akkor... Miért akarod megkeresni? Miért ki tudtam volna mondani, annyit mondtam, hogy aztán meg már annyit hallottam, hogy megy az a izé forró vonal, hogy pornózene, meg ugyebár a tüdőtődő kórházat hívta, kérem tartsa. Tehát, hogy... Szuper, nagyon jó. Miután ez megtörtént, várjál bazd meg, miután ez megtörtént, utána negyed órát vártam, negyed órával később mondta, hogy holnap hívjon vissza. Mondom, jó, köszönöm, érted? Már mennyire meg tudom köszönni ezt a nagyon elképesztő szolgáltatást, amit itt kaptam, amit nyújtott nekem itt az egészségügy. Mondom, jól van, oké, és megdumáltuk. Másnap visszaívom őket, megkérdeztem mikor, tehát megkérdeztem mikor. Azt mondja, hát olyan reggel, ó, bassz, megvajtok. Action is coming. Hoftú játszani egyébként, lehetett Larryben ellenyengenni, mert tehát egyébként kicsit erős karakter. Na mindegy. Azt mondja, holnap reggel 8-kor hívja, mondom jó. Felkeltem direkt korábban, bazd meg. Majd utána pedig egy ilyen 7:30-kor felkeltem, 8-kor szoktam felkelni általában, mindegy. 7:30-kor felkeltem, felhívom pontban 8-kor. Csöng, geci, csöng, negyedjére hívom, fél óra kivogatom őket, felveszik. Nagyon jó. Mondja, Chelsea, tök tömös volt az a Chelsea, aki felvette, mondja, hogy hát uram, bla, nem tud most a doktor úr jönni, mert hogy éppen a műtőben van, kérem hívjon vissza olyan fél kettő körül, mert hogy ügyeletes, és hogy benn lesz sokáig. Mondom, fasza király, akkor köszönöm szépen, köszönjük, bla, megtumáltam mindent, nagyon jó fej volt egyébként, meg 10/10. Felhívtam pontban fél kettőkor, elkezdtem csörgetni a telefont, érted? Pontban fél kettőkor. Nem vették fel, 4-szer vagy 5-ször hívtam, 40 percig hivogattam, bazd meg, majd utána felvették, egy ilyen lihegő nő vette fel, szerintem ugyanaz, mint aki reggel, bocsánatot kértem minden, és így mondta, hogy bla, ő nem az ő izéje, átköti valahova, aki hozzá tud menni, aki oda tud menni az orvosomhoz, és így mondja, tudja A hozzá kötni az orvosnak a telószámához az én problémámat, vagy pedig B ugyebár olyat, aki meg tudja mondani, hogy mikor, bazd meg. Gang, oké. Okay. Vagy olyat, aki meg tudja nekem mondani, hogy mikor ér rá az orvos. Hát mondom, jó, szuper, királyság. Majd átköt valahova. Megszólja, előre a kórház, mibe segíthetek? Mondom, bla, kontroll időpontot. Oké. Okay. Azt mondja, pillanat, átkapcsol. Jó. Halló, megint elmondom. Megint kontroll, megint átkapcsol. Negyedik nő. Felvette. Nagy nehezen, ez már egy 40-50 perc elteltével, ugye bár már fél kettő, az hát rég eltelt, már lassan bazd meg fél három van. Felvette ugyanaz a nő, mint reggel, geci. Érted, az előző nap reggel. Hallod? Mondom, no way. A hanglejtésén azt mondja, hello? Mondom, megint ez a teribbaszott betyár kurva lesz az, hogy rohadjon meg. Na mondom, mindegy.
Mondom, jó napot kívánok, asszonyom. Tegnap hívtam, telefonáltam. Azt mondták, ma hívjam vissza. Visszahívtam reggel 8-kor. Ezt meg azt az orvost keresem. Időpont. Jó van. Azt mondja, miért nem reggel hívott, amikor mondtam? Mondom, hívtam, és ott mondták, hogy hívjam önöket 13:30-kor. Matatás. Ránéz az órára szerintem, vagy nem tudom. Hát de már nem 13:30 van, az már lassan egy órája volt. Érted, konkrétan ki akartam tépni a szívét, bazd meg, a telefonon keresztül a nőnek. Mondom, azóta hívom önöket, geci! Nem ordibáltam, full kultúrátlan, annyit mondtam, azóta próbálom önöket elérni. Hát nem csörgött egyszer se a telefon. Mondom, hölgyem, nem tudom, feltűnt-e önnek, de átkapcsoltak, szóval nem önöket hívtam. Sőt, mondok jobban, ez a negyedik átkapcsolásom, geci! Ja, jó van már, megnézi. Hála Istennek, geci, mondom, köszönöm. Köszönöm, érted? 24 órája ezzel baszom a fasz, köszönöm. Nagy belintézi minden, blablabla. Bla, bla. Hallod? Bemegyek. Minden, vagy bocsánat, felveszi a tököm tudja meg kicsoda tökmény, és ő mondja, hogy oké, most hogy ebéddel az orvos, hogy mit akar megcsinál, de hogy amúgy megkérdezte tőle, megint átkötöttem úgy meg ez a bunkó fasznő. Átkötött az orvos, blablabla, bla, bla, tök mindegy, a lényeg az, megtudtuk valahogyan, miközben ebédett az orvos, hogy másnap, azt hiszem hétfőn hívtam, kedden aztán megint visszahívtam, most másnap az a szerdára, szerda reggel 8-ra vagy 9-re kelljen bemennem. Mondom, szuper, köszönöm, geci, úgy örültem, mint akkor meg lett a partner Twitch-en, baszki. Lilsoft, köszönöm közben a followt, üdv a streamen. Másodperc. Hosszú üzenet. Ez kicsit később. Vajtok. Szóval, miután ez megvolt, utána bementem másnap az orvoshoz, érted? Ja, keep in mind egyébként meg, eljátszottam ezt ugyebár egy héttel előtte is, és akkor nekem azt mondták, hogy Szabin van az orvos. Ne felejtjétek, azt mondták múlt héten, az előtti héten, hogy Szabin van az orvos. Bementem a rendelőbe. Minden, bemegyek az orvoshoz. Jó napot kívánok, izé megnézi a papírt, azt mondja, hete itt kellett volna lennie, mi volt a probléma? Mondom, drága uram, ha tudná ön, hogy a szenvedés, a pusztulat, a kibaszott agónia, amin én átmentem, ember, hogy eljussak eddig! Ne basszom fel. Múlt héten nekem azt mondták a nővérkék, hogy Szabin van. Szóval nem voltam, másik orvos volt biztos akkor, csak ne összekeverték. Szóval jó. Megkérdezte aztán, miért nem hétfő jött? Akartam mondani ezért, mert valamelyik dolgozó olyan szintű tegybaszott betyár kurva volt, hogy azt hittem szájba rúgom, telefonon keresztül. Na de mondok jobbat, chat. Ezt nem volt dumálva, szóval jó van, semmi baj, blablabla, bla, bla, jó, elintéztük. Jön panaszkodni, geci, hátulról a nő, aki eljátszotta velem ezt a keringőt, geci, érted, hogy szopatott egy napig, hogy most hívjam meg, akkor hívjam meg jobbra-balra, hátulról panaszkodik a nő, hogy láttad ezt a gyereket, az volt, aki ízé hívogatott, bejön a szobába, én meg ez a... Bejön a szobába, jó napot, hanem köszönöm az időpontot. Elment a faszomba. Inkább visszament bazd meg a szobába. Visszament. Hallod? Az orvos megszakadt a röhögéstől. Fú, bazd meg. Hülye buzik, geci. De amúgy ugyanez a nő volt egyébként meg itt, amikor legelőször mentem a kezemmel, mielőtt nem tudtam, tehát mielőtt csak annyit tudtam, hogy eltört a kezem, bementem, és akkor ugyanez a nő voltam úgy meg a portán, csak mondom, és oda mentem, és mondtam egyébként meg nekik, hogy jó napot kívánok, blablabla, bla, bla, ebbe a kórházba már voltunk, elküldtek ide, mert ide vagyok bejelentve, mert ez a szülővárosom, ez a, itt a lakcímem, blablabla, bla. És hogy akkor mi a tököm van ilyenkor, azt mondja, és jó van, faszom minden,
mindjárt szól orvosnak, addig üljek le. Á, mondom, annyira nem akarok leülni, érted, mert hogy így fáj, ha leülök. Azt mondja, láb a lábon eltörve a keze. Hallod, geci? Mondjam, ránéztem, de hogy így majdnem így, tehát hogy ilyen ennyit kellett ahhoz, hogy elmondjam neki, hogy tesó, a maradék erőmmel olyan szívesen eltöröm a te kezedet is így, bazd meg, mint a szaram úgy megérted, hogy tudjad, hogy miért nem fogok leülni amúgy most. Srácok, konkrétan negatív 10-es movement speed-del mentem, öcsém, olyan szinten fájt a kezem, nem tud, tehát így tötyögtem. Mint a terhesnők, tudjátok, amikor elfogy a magzatvíz, na úgy tötyögtem, úgy fájt a kezem, érted, geci? Nagyon fájt. Mondom, nem ülök le, mert rohadt szar volt, mert kocsival jöttünk, és én mondom, tudom, hogy rossz leülni vele, mert hogy fáj. Jó, nem, nincs eltörve az izé, lába, blablabla, hú, de mondom, hagyj, déci, hagyj álljak már, mert ha le kell, hogy üljek, akkor a másik kezemmel eltöröm az állkapcsolatot, geci. Tudtad, hogy mit van eltörve? Hát ja, ilyen végül is ilyen gipsz volt a kezemben amúgy meg, de, ja. Fú, bazd meg. Ugyanaz a nő volt akkor is ott. Borzasztó, geci, borzasztó. De volt pár nagyon kedves nő egyébként meg abban. De volt pár kurva jó arc amúgy meg. Volt baromi jó arcok voltak. Ceglédi kórház, amikor voltam, ott kurva jó arcok voltak egyébként meg. Vagy amúgy meg én elpoénkodtam az egészet a faszomba. Megröngenezték a kezemet, azt mondja, Dick, ez este 10-kor. Azt mondja, első jókedvű izé, mi a faszom, beteg. Ha mennyire jó kezem lehet, bazd, ilyen kezem mindjárt elhagyom. Szóval kurva jó, azt elkezdtek szakadni, mondom. XD. De amúgy ezek jó arcok voltak. Mondta ott ilyen kis izé, kis ilyen milfecske volt ott, azt mondogatta, jaj édesem, minden, jaj, mondom. Anyukám, ne féljen egy másodpercig se. Vájtok. De az a lényeg, hogy ez borzasztó volt. De a kórház még szarabb volt amúgy, meg azt majd máskor elmondom. A kórház az meg gyerekek, hát bazd meg, műtét, áh, katya, Zotyó, köszönöm fel, hogy a streamen, undorító volt a kórház. Ott 4 napot úgy vertem ott a faszomat, hogy másnap eljöttem volna egyébként, meg szörnyű volt a kórházban lenni gyerekek. Nem a izékkel volt, mert ott fent, akik normálisan foglalkoztak, azok a nővérek, akik foglalkoztak, nem a recepciósok, mert ez recepciós volt, aki ilyen bunkó fasz volt. A nővérkék, akik ott voltak, azok viszont kurva jó arcok voltak, ez nem is bronz, ez emerald, what the fuck. Na mindegy. Azok kurva jó arcok voltak, azok nagyon jó fejek, geci jó arcok voltak, besegítettek egy csomó mindenbe. Meg az orvosok is, de a tesó, az néhány igénytelen ember a kórházban, ami ott van, a páciensek, amik ott vannak néha. Nem az én, értem, vannak egy, nagyon sok öreg volt ugyebár, mert esnek, burulnak jobbra-balra az öreg nénik bácsik. De olyan igénytelen neggetsz, hogy az hihetetlen. De hogy így, nagyon, de is a legbrutálisabb volt egy nő, aki sikított torka szakadtából, geci este 11-től reggel 3-ig. Azt mondja, bejön bazdnek a biztiból, azt mondja, ide figyelj testvérem, így mondta neki. Ide figyelj testvérem, még egy sikítás, kibasznak az utcára. Még én is beszartam, bazd meg, érted, nem, hogy az a nő többet nem ordibált. Másnap megint elkezdte, aztán elrakták valamivel máshova. Emlékszem, volt műszakátadás náluk, ugye a nővérkéknél, és így jöttek be a szobámba, mondták, hogy izé, meg körbeadtak, és elmondtak minden, nem tudom mi a neve már, a lényeg az, hogy minden betegről elmondják ezt-azt. Én ugye fenn voltam, éppen tiktokoztam, bazd meg hajnal 4-kor, mert nem tudtam aludni, borzasztó volt, szerintem aludtam 4 nap alatt 5 órát, szóval kb. Ennyi. És így izé, és így mondják, hogy ez gyerekkel is sem volt probléma egyébként, meg bezzeg azzal a hülye kurvával ott a végén, meghaltam a röhögéstől, bazd meg, ők is. Kiakadt mindenki, de zseniális voltam úgy meg. Szóval, ja. Gyorsan visszahasol. Mi az, hogy megpróbálja futni utána a parkolóba? Ne, én is, de Flower enged, de én is értettem egyébként, meg utána fut a parkolóba, az meg. Megpróbálom megkeresni, beszarod. Tényleg, azt mondja, hazament, de megpróbálom megkeresni. Hát anyád, ember. Az előző alkalmaknál nem voltak ilyen fennakadások. Hát ugye bár amikor bementem, akkor volt, kétszer volt problémám, a legutóbbi kontrollomon volt probléma, mert akkor volt ez a bunkónő. Szép volt Morgana, meg amikor legelőször ugyebár beregisztráltak a rendszerbe, hogy eltartak ezen műteni kéne blablabla, hát az orvosom bazd meg, az így megnézte a kezemet és megkérdezte egyébként, hogy figyelj már haver.
milyen nap izé, hogy melyik nap törted el? Hát mondom, hétfőn. Azt mondja, péntek van. Hát mondom, igen. Azt mondja, mi a fasz? Hát mondom, most adtak időpontot. Azt mondja, jó, akkor majd beszélget pár emberrel már, mert hogy ilyet nem kéne csinálni. Öt napot vártam a műtétemre úgy egyébként, meg hogyha valamit izé, valami elbaszódik egyébként, akkor meg lebénul a bal kezem, de hát amúgy lightly, érted, az a nővérként így remélem meghalom, hogy a pokol valamelyik bugyrában, geci, amúgy. Hülye ribanc. Mindenki egy flagma fasz egészségügyben? Nem tudom, amúgy ezek szerint, nem mindenki, de a műtorvosom a világ legnagyobb arca, basz, meg imádom azt a faszit. Ez egy legenda. Benne volt az izé hírekben is szólnak, meg mindent tökem, hát nagy császár ez a csávó. Kurva vicces. A faszi, a kiégtem, az a csávónak a neve, hogy Molnár, nem mondom, mert teljesen nem mindegy, benne van úgyis egyébként meg az izében, minden szarban. Molnárra veszedik neve a csávónak. És a faszi úgy vágta fel a kezemet, hogy belehelyezze a csavarokat, meg ezeket, hogy egy nagy M betű legyen, öcsém, érted, benne a kezembe. Mert hogy a monogramját belerakja a kezembe, azt mondja, mert az menő. Geci, kihaltam a faszinak, kurva vicces volt. Azt mondja, nézd a jó oldalát, hogyha így nézed, akkor egy villám, vagy egy kígyó, ha úgy nézed, az egy nagy M betű. Meghaltam, de zseniális volt a faszi. Ne pingelj, megölöm anyádat egyébként, meg köcsök kutya, geci! Sigma. De kajak egy nagy ZM betű van egyébként a kezemben, hogyha úgy nézed. Hogyha erre fordítom a kezemet, ami kb. Lehetetlen csak, hogy a fekszek. Akkor nagy embetű van benne, vagy hogy van benne? Nem tudom, elfelejtettem egyébként, meg fingom is. De ja, a nővérkék általában jó, nem tudom, a recepciósok általában a nagy kutya gecik, nem tudom, hogy vagytok vele. De akár recepciós volt eddig az életemben, így... Bazd meg, légy szíves! Görgő! Oké, semmi gond, második egér. Működik jó. Szóval akár egy recepció, vagy ez, igen, akár egy recepciós a dolgom volt, 60-90%-ok kb. Buzi geci volt. Amúgy, szevasz Máté, csőcső, mindjárt foglalkozok veled is. De ja. Nagy kutyák amúgy meg a recepciósok. Meg úgy olyan nagy szenvedéssel csinálják meg a munkájukat egyébként meg, mint hogyha bazd meg nem tudom egyébként meg, világ legkomolyabb feladata lenne az, hogy elvészik a dolgukat, érted? Tehát ne haragudjanak már amúgy meg, de ez a munkád, bazd meg, ezért kapsz pénzt, és akkor még nehezedre elsiggetsz, hogy érted, hogy azt csináld, amiért fizetnek téged, vagy mi a faszom, emberem? Tehát ez amúgy annyira gáz. Ja, soha nem akar segítenem, hogy teamnek. Na, nagyon szívesen segítek én ebben a wave-ben, hogyha úgy gondolod amúgy meg, te hülye kutya. Hogyha már te nem tudtál nekünk segíteni. Valamit valamiért, tudod? Én például, én nagy lelkű vagyok, én segíteni bepusolni a wave-edet, te faszarcú. Hülye buzi. Szia, momi, hello. Jó. Mi újság amúgy? Ja, semmi sztorizgattam egyébként meg, még a kórházas izében. A core memory unlocked, tudod egyébként, meg borzasztó volt, bazd meg. Ötkor lehet el kell mennem, by the way, off-kolni, nem tudom meddig. Ja, Mattó, remélem addig betolja az arcát, mindjárt írok neki, vagy küldök neki egy hangüzenetet. Na, tesó, mizé, haladjál, mert már lassan itt vagy, szó szerint fél öt van, még sehol se vagy, azt mindjárt ide kell lesz, testvérem. Na úgy. A Yamato kell most, mert hogyha nem jön, akkor meg vagyok bassza 10 percre szerintem. Megnéztem a cuccot. Hallod, nem tudom, mi a baj neked egyébként, meg másodnak elvileg stabil. Malac, nézzenek, hogy jó neked a Minecraft, nem hiányzik-e semmit, se, hogyha neked is jó, akkor nem tudom, mi a faszom van Máténál egyébként, őszinte leszek. Ha valami korrupt lett egyébként a fájlok között, vagy I don't fucking know. Sztorit végighallgat, megérte a követés, köszönöm szépen. Ah, nekem túl sok ilyen sztorim van egyébként, meg borzasztó. Hát a Lajos Bástorik a kedvenceim, még mindig, az a fan favorit. A Lajos Bástori az majd podcastben lesz benne a következő. De, undorító. Nem tudom, nem szeretem az egészségügyet amúgy meg ebben az országban. Van pár ilyen orvos, bazd meg, de a recepciósok szopják ki a picsámat. És sziasztok, kikaptam Jungle Default. Hát akkor amúgy, tehát kinda meg tudom érteni, hogy Jungle Default, mert te vagy a dzsungeles kekvé. Lég mellett, törött boldával volt hónapig kórházban, what the fuck? Mi az a lég mellett? A törött boldal az egyértelmű, de hogy így kiszúrták a... Várjál, banger. Oké. Okay. Nehezebb, mint házat építeni. Mi? Vinelni a dzsungelbe, bazdmeg, hogy nehezebb. Valami volt, valami kartuszos izé kérdés, ezt nem láttam. Srácok, bemásolnátok, légy szíves. Volt valami kartusz kérdés.
0-2 taposom, mentem a faszomba, öld meg anyád. Tudja, suriban nyomtam a gémet, tele voltam kajára, értettem kis házamat, kiléptem 10p. Visszamentem, eltűnt mindenem. Hát ez unlucky. Nem tudom, mi lehet az. Megnézem majd. Lehet nem... Nem tudom. Milyen rangba? Azt hiszem GOAT 2, de valami emelátosokkal játszok perma, szóval. Nem fucking know, hogy mi legyen itt. A kartusz még elég erős lesz, mert ott vennem kell egy móvot, bazen, hogy a csávonak 50 fajon van, Jesus Christ. Nem tudom outpace-elni a kartusz, az a baj. Nem lehet outpace-elni kartusz, kinda counter-el most ez a szar engem, mert nem tudok AP-t, vagy milyen faszom MRTP-t nem hoztam, mert egy fasz vagyok. De hát nem baj. Elsztorizgattam az időmet, elsztorizgattam. Fuck. Breaking news, jó az inventorim. Ezért mondom, hogy akkor csak Máténak szar, mindenkinek jó. Oh my god, honnan jön? G. Honnan jött? Kap a faszomat. Az a baj, rácsúszok erre a szutyokra, akkor 8 órás izét kapok. Mennyi óra? Hány óra leszedni a Drake-et, boys? Bottom nyer, midem hozza. Remélem, most megöli. Szóval amúgy megtrájolhatom, csak ugyebár kurva hosszú. Jesus, hosszabb, mint a faszom. Mondjuk ez nem nehéz, de... Hána. Ma kiderült, hogy 40 valány megyéből a milyen kettő a legtöbb drogos van. Tavaly 3 helyen volt. Mi van? 40 valahány megyéből? Most amúgy breaking news, de nem létezik 40 megye, testvérem. Hő? Milyen 40 megye? Európai, bazd meg, vagy Jesus Christ. Nem országra akarsz te? Válsebészetre várnom 1-2 évet. Jaj, anyám is volt válsebészet, az is kurva sokat várt vele. Nagyon sokat szopott vele ő is. Póz. Nem valami 19 megye van? Igen, tehát hogy nem, nincs amúgy meg izé 40 megye, bazd meg. Szerintem az ország akar lenni, kis testvérem. Semmi baj. Breaking news. De ja. Nem most izé, mondják most meg például izé fogorvoshoz járkálok egyre többet, mert most tömmi a fogaim, a bazd meg volt valami. De nem az a nagy lyuk, hanem várjátok, ez a kis miniatűr kis bizbasz lyuk. Vágjál, mint nem lát szabad szemmel köbö. Na, 7 olyan volt a fogaimban, bazd meg. Anyád mondom! Mondom, oké. Okay. Hát bátya, minél azt kifarmolom arra izét, az egy évezred. Valami kiszámoltam, valami 200.000 forint lesz az összes fogamnak megcsináltatása. Szóval szuboljatok, jó? Köszönöm. Brutálisan sok geci. Istenem. De nem akarok kimenni Hollandiába anélkül egyébként, meg hogy normálisan intézni a fogaim. Bum, durvisz lett. Már elég élet meg a vöszé. Bum. Hell yeah, bro! Ott is van. De az viszont a fogolvasom viszont kurva egy G amúgy, meg egy legenda. Megnéztem a csávónak valami 300 értékelésből amúgy, meg izén, Google-on. Az 4,9-es. Dick mondom. Hallod? Ilyen jó értékelés, semmit be se láttam még a csém, nem hogy egy fogorvosnak. Hát azt mondja, vissza is mondom, vagy mi van? Itt vagyok, jövök, hála jó Istenem. Úgy. Itt van Yamato, boys. Yamatológia, itt van Yamatológia. Itt! Let's go! Akkor ezt a gémet végigtolom, aztán meg utána meg Yamato kezébe helyezlek teket egy bizonytalan időre. Nem tudom, meddig tart ez a szar egyébként, mert kimegyek. Mondom, hogy szevasztok testvéreim, koc, minden, aztán meg viszlát van. Romániában 42, de ez meg nem románok vagyunk. You know. Hát Yamatókám, hogy játszhatunk majd main account, hogy te, izé, szilikén is játszhatsz majd, hogyha guessingeled amúgy meg öcskösön, mert most kinda, jó, rég játszottam amúgy meg relatíva a játékkal ahhoz képest, mert 3 napja rankedeztem, doloztam egyáltalán, de amúgy nem vagy olyan szarul ahhoz képest most. Úgyhogy a totál autopiloton vagyok amúgy meg, hogyha megnézed. Köszönöm szépen, Jasó, micsoda kedvesség, bazd meg, hát elviszed a kill szíved, aranyi, imádlak, hülye kutya. Kajak, oh no way. Chris advice! Na, mindegy, elbaszott minden. Yamato ismét megjött közénk. Yamato leszállt közel, mint angyal a mennyből, konkrétan amúgy meg üdvözlünk köreinkben, testvérem. Lemaradtál egy sztoriról, de hát így jársz igazából, ezt kell szeretni, ez van. That's it, nem baj amúgy meg Yamato. Nem baj.
Fú, múltkor mentem fognok ki, az magán nem rendelő, ha nekem én is magán az járok, mert tesó ma izé, a megyei, vagy hogy is mondja, hogy mondják ez? Amit kirendel neked a izé. Mindegy, az egy szar, az a lényeg. Csöngetnek, semmi reakció, 20 perccel már az időpontom volt, és feljön asszisztenset, hogy jó napot, doktor úr már várja, történt valami, mondom, dik a kapuba vagyok, és láttam, hogy kinéz a nő az ablakon, megszól vömi olyat, hogy jaj! Szerintem Áron volt egyébként meg a izé, a csengettyű. Tehát, hogy most ez nem az ő hibájuk. Körzeti az, körzeti! Nem házi, bazd meg! Nem tudtam, körzeti az, hát ez egy szar nálunk egyébként meg. Keresztapámnak úgy elbaszta fogát, hogy sírva fakadt keresztapám, bacsém. Sírva fakadt keresztapám, érted? Hát na. Úgy fájt neki. Mondom, jó van. Oda sem megyünk akkor. Hallottam kint, hogy szól a csengő. Öregszik már a bátyja, nem jó a füle, tudod, ne? Itt tudom én, hát most na, hosszú napja volt. Én is bazd meg, beállítok amúgy, meg érted a rendelőbe délután 5 kutya csávó, 8-kor nyit reggel. Hát nem irigylem a faszit. Viszont ember 10 perc alatt betömte, hát a zsibbasztó cuccal együtt ilyen negyed óra, plusz ugyebár még a 10 perc. Tehát Bratyeszkó milyen... Bum. Mi? Ain't no way, bazd meg, hogy ott HP-n elmegy. Ain't no way, ember. Hülye buzi. Úgy. Szavasz, öcsi, cső. Szavasz. Szóval... Csávom, mi, gondoltam, mennyit melózik, bazd meg? 8 kornyit, és délután 5-re ment volt időpontom, érted? Jesus, ember. Most egy az, ez kurva sok, oké? Okay? Viszont... Max egy... 25 perc alatt, hogy megoldott mindent a csávó. Dick, oké, okay. Wow, what the fuck. Max egy 25 perc alatt megoldotta a fogamat a csávó, úgyhogy ennek a fele egyébként az volt, hogy csak a érzéstelenítőt vártam, hogy hasson. Érted? És 20-ezret hagytam. 20-ezret! Most, hogy megszámolod egyébként, hogy a Bratyeszkó egyébként keres, akkor nagyon erősen kebe egy óra alatt 40.000 forintot. Az kurva sok! Tehát, hogy így... Tehát igen, ennyiért én is ott lennék egész nap. Igen, amúgy meg én is, no. Ja. Hát egyértelműen. Jó, mondjuk csak 3 napot dolgozik egy héten a csávó amúgy meg, de akkor nagyon megtolja. Akkor egész nap. Mondjuk egyébként én is inkább dolgoznék, hát én nem tudom, de hogy, nem, ti hogy vagytok vele, de én inkább dolgoznék, öcsém, egyébként meg ilyen irdatlan sok órákat. A kurva anyádat. Inkább dolgoznék ilyen irdatlanul sok órákat. Egy nap, és le tudnám 3 nap alatt az összes melót a héten, mint az bazd meg, hogy bemenjek heti 5 napot rohadni egy olyan munkára, ahol ott se akarok lenni, érted? Mert elmegy az, hogy mire beutazok az egy óra, mire az utazok az egy óra, kaját kell csinálom, anyám faszát kell csinálnom, semmi kedvem nincsen hozzá, ember. Inkább lehúzok, nekem H&M-ben volt ez egyébként herótom, hogy bazd meg, beraktak úgy, hogy minden nap 1-4-5 óra. Hát mondom, kiszabod a faszomat, ember, hagyjál a picsába, mondom, napiket letolok egy héten 2-12-t, azt köszönöm szépen, cső. Jesus Christ, ember. Biztosan nem csinálnak ilyen fasságokat. Ember. Ha lehúzok, látom most 12 órát, most cső, köszönöm szépen. Mikor még, akkor még részmunkaidő dolgoztam mondjuk, de az kurva, de szar. No, haló, haló. Jó napot. Ne féltsed az írhámat, féltsed magadat, fiamsz. Csáboti csőcső. Hekarin buffról vélemény? Tehát most kajak ki akarják szúrni a szemünket? Egy darab AD-val 2 szintenként? Hát... Nem egy nagyon drasztikus nagy változtatás egyébként meg, szóval... Jó, kaptunk egyszeket a dupla V-re, ami nem rossz. Nem annyira rossz, őszintén. Nem olyan szar, de... Kazixnak kisel adták még egyébként meg a buffjait, én arra vagyok kíváncsi. Most nem is hekázok a lófas se. Huge buff! Huge buff! Ember! Nem, amúgy a lófasz buffot kapott, nagyon szar, ugyanolyan fos lesz egyébként, meg csak ki akarják szúrni a szemünket egyébként, meg hogy nesztek buff, buffoltuk, ne jönnek szavatok se, érted, haha, tessék, és legalább nem lesz, mert a megint egyébként, meg legalább 2 hétig, mert legalább megint 2 hétig lesz felejtve, hogy a karaktert nerfelni, vagy buffolni kéne, valami hozzá kéne nyúlni, szóval leszárják megint egyébként, meg utána, de amúgy ez vicc, lófasz semmi, konkrétan nulla, no way, olyan püdös köcsög amúgy meg ez a izé, hopp, figyeld, bum. Na! No!
Nem, tesó, nem! Menj ma anyádba, Kartusz, he! Hagyod a kempjeimet, ugye gyerek. Kösz. Nem hiszem el, bazd meg. Láttatok az a HP-ket, ember? Jesus, pali. Mindegy. Léptem, cső csumicsá. Geng-geng. Ő növés dolgozott állam, és egyszerre volt, hogy hajnal 3-ra kellett mennie. Mert jöttek új ruhák, és ki kellett cuccolni, este addig volt bent utána. Ja, hát, ja, nekünk is volt ilyen egyébként. Nekem az volt, hogy bent kellett lenni este 9-ig, másnap reggel 4-re kellett visszamenni. Mondom, hazamegyek, 10-re érek haza, és 2-kor kell hajnalban indulnom, vagy valami ilyesmi. Szóval így otthon leszek összesen 6 órát. És még nem aludtam, ettem, meg csináltam semmit. Milyen jó deal, nem? Utáltam azt a munkáját. Hát nem, amúgy embertelen, kereskedelemben dolgozni amúgy szégyentelen, amúgy meg komolyan mondom, undorító, bazd meg az a izé, minden kereskedelmi munka egy fos. Change my mind, utáltam itt a szart. Hamarabb megyek egy gyárba szopni a fasztöcsém 4 műszakon, mint visszavégy H&M-be. Igen, igen, 3 napot dolgozik magánban, és még 2 államiba. Mi a legjobb barátja vagy a orvosomnak, vagy az, tehát, hogy vagy mi a faszom, érted? Nem az ideért fizetsz, hanem a gyakorlatért. Ja, a szavam nincs rá egyébként, mert most 20 forintban, meg érdekli a faszomat, hogyha megcsinálja a fogamat, érted? Én totálisan nem érdekel egyébként meg, hogy milyen drága, kifizetem, hogyha jól megcsinálja. Érted? Tehát én egészséggel nem hülyeskedünk amúgy meg. Tehát egészséggel nem hülyeskedünk. Tehát ilyen olyan beavatkozás, műtét, fogászat, mit tudom én, bőrgyógyászat, blablabla, nem érdekel mennyi, csak legyen, érted? Jó, azért ne legyen 5 millió forint azért egy fog, mert azért mi a fasz, érted? Azért egy kicsit valami sántít. De ettől függetlenül, bazd meg, érted? Ha drága átlagember tárcához képest is, most ki van fizetve, bazd meg, mert emberem... Nem tudom, hogy egyszer már elrohad a fogam meg ilyenek, akkor nem tudok már úgy az észed szedni. Hát kivéve, hogyha nem megyek izébe törökbe meg ilyenek. Ó, hát jó, hát Jesus, oké, okay, rendben, jó, a faszom TF ember. Jézus, Jóisten, ez a csemp. Jeez. Ez a cipő, zsa. Jó, ninja, köszönöm a tud a streamen, csücsü. Kövi pörgetjük streambe, berakod az R6 streamet? Berakhatom igazából. Little bit of int, szopd ki a little bit amet, jól van? Méne. Nyáron volt olyan, hogy ledolgoztam 2 nap alatt 26 órát? Nekem 24 volt a rekord 2 nap alatt. Meg előző munkájában mondjuk azt hiszem heti 58-60 órát dolgoztam, geci. Halál. Halál, geci. Legyen reális arra és on... Igen, legyen reális, igen, inkább ez amúgy jó fogalmazás, mert azért... De... 200.000 forintot egy fogtömésért azért így mi a fasz? Viszont most ilyen érted kicsit drágább, mint az átlag, tehát ez is például mit tudom én 20-30.000 forint, és így azt mondom, hogy oké, okay, kifizetem most, az tök normális áll szerintem. Tehát nem ilyen pofátlanul sok. Mi a fasz, ami... Ok. No way. Megmentettek a rapvizék a gólemek, baszki, holy shit. De troll a tímem, baszki, azt a rohadt. 0-7! Ha! Oké. Okay. Mi ez a név? Baj, buzi. Gyémánt fogad, amúgy geci azon gondolkodtam, amikor kizé kicsi voltam, és láttam, hogy a rappereknek van így a fogában gyémánt, érted? És azon gondolkodtam, hogy az a vámpír fog, miatt akem ennek a neve, az a szemfog, azt hiszem, ugye az a neve, azt hiszem, nem biztos lehet. Én ezt kicseréltettem, mert nem kicseréltettem, hanem hogy berakatok rá egy darab kurva nagy gyémántot, aztán felnőttem és rájöttem, mennyibe kell egy darab gyémánt, geci. És egyből meggondoltam magamat. Jasógod. Cső, zavardó csőcső. Tanárként dolgozok, inkább nem mondok semmit. Részvétem. Jaj. Nah, bro.
kukám vagy! Bum! Bum! Bum shakalaka ding dong ding dong ding dong! Bum bum! Léci, gyere vissza! No! Ó, közel mégis vagy távol, ott a 10 HP-s kartusz, bátya, mit megy a tím? Adjuk fel. Jaj, Istenem. Nem troll, csak Korán pro player. Igen? Há, oké. Okay. Ma mondta az Oszim, hogy Szatmár a második helyen van drogosok közt, a román megyék közt. Ja, te román vagy, geci! De ezt nem tisztáztad, mielőtt elmondtad a sztoridat, haverom. Nyáron volt olyan, hogy ledolgoztam, ilyen ezt már olvastam. Szalad, csirke, csőcső, mizom, merre kóbászoltál. igen, nem is drága mostanság, 20-30 egy fogé? Nem. Se húzni, se temetni, bazd meg, tömetni, nem temetni. Imagine, az temetni kéne a fogadat, olyan fos. Hátsó kertbe ásottak egy lyukat neki, meg minden. Imagine, bro. Csak találni kell MC-ben. Amúgy true, a tisztellek, tisztellek, testvérem. Outpace-elünk egy kartuszt egyébként meg 3000-4000 goldra? Big menting, ey! Bocs, jamaikai lettem így hirtelen ennyiben amúgy, meg nem tudtam, hogy milyen nyelven szóljak hozzátok. Na, a faszomat bele, már megint internetnél fog a Team Mária. Jövök, fiamimsz! Fiamimsz, jövök! Védjétek meg az askit! No way! Jó, meghalt, viszlát! Kollektor! Hello? Hát jó, akkor nem muszáj igazából, érted, ki a faszomat érdekel végül is, de... Hát, igaz, ne! Lőddel, tesó, nem fogom, kurva cringe. Hallod, itt a C-típusú kisgyerekeket ellőtték a izé ház előtt nekem valamelyik nap. Annyit hallottam, hogy lőddel, tesó, és a másik gyerek már rappelt, érted? Már nyomta neki. Előjem el! És nyomta neki, érted? Úgy pörgött a nyelve, mint... Ezt nem mondom ki ezt a viccet, de benne van édesanyátok és én. Maradjunk annyiban. Pedig most már mondtam, hogy háromszor annyi Romániában lakok? Hát... Román vagy akkor, az azt jelenti. Na, mit pingelsz, kutyám? Mi? 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 Anyádat pingelt, szopott kotonfejű, te! Lovagoljál rajtam. Új. Tudjad már, ki a izé pro player a teambe, hülye gyerek. Meg akartok ping... Ott van még egy! Bassza, meg nem tudtam elvinni. Meg akartok pingelni? Pingeljetek, buzik! Ez jár cserébe. Jó, mennyi tankjuk van? Nincs egy darab se. Vegyünk egy BT-t, mit szóltak hozzá? Big Manting, BT, úgy. Interaktivitásért visszadobott D2-ből smaragd egyik. Unlucky. Apám mentős, és olyan nap van, hogy 24 órával 22-t fekszik. Nem függ össze, de oké. Melyik kutya pingel? Hogy pingeljek, kutyszim. Buff, ugassál, pitizzél nekem, jól azt akkor talán megengedem, hogy hozzáérje faszomhoz, kutya. Na. Inaktivitás? Igen, azt olvastam. Valakinek az apja is inaktív volt, amikor rendőrködött, hogy mi a faszomat csinált. Jövök-e? Bátya. Nyolc flash! Várjál! Masternél dob vissza csak? Pov emberünk még nem volt Diamondban. Nem csak Masternél dob vissza inaktivitás miatt. Kurvára nem. Hét naponta 50 MP. Nem tudom, hogy az első, azt hiszem, 14 nap után aktiválódik, azt hiszem, hogy valami ilyesmi, 28, valami ilyesmi, nem tudom. Ilyen hetes izékben van, nem érve. Vagy 28 vagy 14 nap után van az első inaktivitás, és akkor így dobál lefele szépen lassan, de amúgy fingom nincs, hogy dobál lefele, csak azt mondom, diámatom, mert számolja ezt a szart. Azt mondják az akár, hogy is rankedezik el, mert őt is le fogja hajintani a faszomba.
menjünk fel faszomba. Irány a harc testvérem, az a baj, most TF be fog teleportálni, az meg nekem majd nem éppen ideális, nem? Mert 2 órás predi, mi volt annak a vége? Még ma még nem vesztettem, szóval tippeld meg, kisfiamsz. Oh my god. Give me a Cheetos, bro. Fuck you. Nem, de geci, miért hílelem a Ezreal-t? Mi a fasz? Vett egy plétet, ezt azt ennyi kellett neki, öcsém, vagy mi van? Jó Isten áldjon meg téged. Ő a beteg minátor a mentőautóba. Beteg minátor? Ez mi a pina? Ő az újraélesztőgép, vagy mi van? A foterod az izé, ő az, aki csak így... És így... Újjájednek az emberek. Ne játszod az accounton, akkor lebukod a rangod? Hogy ne lenne? Diától már van emeraldig, vissza tudod kurrantani magadat. Régen platik, most már nem hiszem, most már csak emeraldig. Mert egyértelműen bejött ez a szar, és hogy így... Haj, de cringe, geci! Most már azt is tudom, hogy bár vissza úgy sem dob. Aztán emerald egyik dob. Régen ugye plat egyik dobált vissza. Azt hiszem. Régen úgy volt, hogy még platban is ledobott a faszomban inaktivitásért, aztán már csak platig dobott. Aztán most már csak emeraldig dob, azért mert régen nem volt ugye bár, mikor még ezt a rendszert tudtam, akkor nem volt izé. Most nem tudom, engem a szezonban még nem ért inaktivitás jelző, vagy ért inaktivitás jelzőket is játszom, csak még nem proccolt rám, mert nem hagytam neki, hogy megvertem az inaktivitás jelzőt, szavak. Emeraldtól szép vagy? Na akkor fasz. Igen, mert platban volt régen, most az... Oh my god. 17-es? Riot, fix your shit, lefarmolom, KP-m majdnem ugyanannyi, és leszint ez a bátya. Egy fullos szinttel bazd meg. Jaj, de hát a dzsungelt nerfelni kell, anyádat, azt. Hülye köcsög játék, bazd meg. Jó, elbasztam egyébként meg a izémet, de nem baj. Team. Ha engem védtek, mint legerősebb playeretek, akkor nagyobb esélyünk van a túlélésre. Éppen úgy, mint amikor az ember, akinél a pisztoly van egy zombi apokalipszisben, nem dobjátok be a zombik közé a pisztolyjal együtt, hogy halljon meg. Fun fact. De olyan, hogy lett ilyen szar valaki amúgy meg? Fel fog kurni. Mennem kell bazd meg valami izét, mert nagyon tankos értek ezek a buzik valamiért. Ja! Frozen fasz, de jó, imádom azt hittemet, aha, de cringe. Szarítom amúgy Frozenet, mikor fogják nerfelni? Tehát én is abuse-olom, mert undorítom broken, sőt mondok, hogy egy kazizra is veszem azt a szart. De bro, menjen már ki a metából, ember! Hopp. Esi, ott egy... Ott, azaz. Jó, nice. Bele a TFQ-ba, azaz, semmi baj, nem adjuk fel. Igen. Az én hibám. Elkezdett pingelni engem a Yasuo azért, mert halott voltam. És nem baronoztam le miatt. Delusional a csávó, gecid. Valami mentális sérülésekkel rendelkezik. Az ilyeneknek nem volt, nem gyerekszobája nem volt, semmi nem volt. Csak bespawnoltak egyszer a világba gyerekkor nélkül. Gyere hülye buzi. Gyere ide. Kurva anyádat. Belesebeztem annyit, tudtam, aztán csum-csum van. Rékezni kéne, holy shit. Harmadik izéjük? Ó, oh, de jó lesz nekem. De elég gáz bár a Riottól. Hát ez igazából, ez is megint azért van szervezve a játékba, hogy ne legyen annyi smurf. Mert minden, hogyha ledobna az embereket a ranked, akkor nem rankedezne senki. Vagy érted, ha nem dobna le az embereket a ranked, akkor sose rankedezne senki. Hülye gyerek, kösszal ist. Érted? Nincs, hogy benne... A minimappom azt mutatja, hogy itt van... Ó, oh, hello, megvan! Merre jártál, ember? Oké. Okay. De csávókám eltévedt. Aha, huge. Hát catcheltünk volna, ugye bár csak... Afk. Chat, Contraband Police Simulator. Skinek van meg az a játék? Mert játszani akarom. Mert úgy értve, hogy kinek van meg a játék, hogy ki tudja, hogy mi az a játék, mert akkor is játszani fogom, hogy nincs semmi senkinek nagyon jó, csak Torrent XT. De jó vagy, geci. Oh my god.
nem is olyan jókor ultizom, amikor meg akarsz dögleni, hülye gyerek, hát... Oh, no fucking way. Jó a team. 0-11, 7-11. Geci. Oh my god, mi a faszom ez a szar. Oh, no way, várj, ki kell kapcsolni majd izét, valami hülye izé follow bot, vagy mi a gecim van. Stream. Ja, nyugi Amató, bátya tudja, hogy kell az ilyeneket kezelni, már volt ilyen. Igazából csak kikapcsolom a izét. Tehát ez nagyon kreatív volt az ember, aki ezt megcsinálta, de igazából csak... hol van az alertem? Mindjárt nyugi, kikapcsolok, chat nyugi van, chill, mindjárt kikapcsolok mindent egyébként, meg aztán meg jó lesz minden. Chatbot, chat user management, modulok, chat alerts, followers, bum, ki van kapcsolva, dur, ennyi volt. Nice! Na. Nyugi chat, nyugi, megoldom, apánál volt már ilyen probléma. Ó, ameddig kerestem egy Google keresést, addig a team addig az így bedurrantotta az intet, de jó. Hát geci, anyátok legyen terhes egy fasztól. Ingyen követő? De nincsen semmi értem az ingyen követőknek egyébként, meg szóval menő, ezt ennyi. Followed between felhatalmazás, pilcset. Apa intézi. Mi történt? Ja, csak leintelte a tíme, meg valami kutya geci befollowbotozott engem, mert az vicces, vagy nem tudom, I guess. Csak számok. Engem kurvára nem érdekel egyébként, meg érted, hogy... Hogyan követnek, hogyha, érted? Hogy vesztem? Csabika még mindig bannolva a ranketből. Hanyadika van? 18. 17 és 18 apply filters. Pill. Follows from disabled accounts, follows from chat banned accounts, follows from bot accounts, remove. Yes. Hát nem akarom azt, hogy hát már van egy pár aki srác, akit ma bekövetett. Hogy kell? Már elfelejtettem. Banned from chat, has default. Any? Has default. I don't fucking know, bazd meg. Legyen egy yes, kipróbálom úgy a filtert, és akkor úgy... The fuck? Bro. Yes. Pup, pup, yes. 5 perc. Menni fog a main, don't fish, egy kurva nagy problémám van nekem, mint a apátoknak. Nem tudom, mikor jönnek a rovarírtók, szóval... Chillingelünk még egy picikét, jól van? Ugye fellépek legalább addig chillezni, Voxlira. Nem tudom, ott meddig van még, aztán majd Yamato babánk, az majd intézi a contentet, ameddig afkolok. Mi van Garyvel, Yamato? Mi van Garyvel? Tutorial issues. Jaj, ne, tutorial problémák. Ki a faszom csinált meg a tutorialt LOL-ban egyébként? Régen nem volt, régen csak beszpónolta, az menté. A fogyatékosok mondjuk. Hát igen, lehet, hogy kéne egy pár tutorial mostanában. Report feedback. Ilyenkor mindig úgy beszélek, hogy engem bannolnak, amúgy bassza meg, mint annak a rendje. Ő csinálja botokat? Ja, nem hiszem. Na, nincs ennek a botolásnak semmi értelme a világon. Apply filters, boom. Jesus. Mindjárt átszkenneli megint a izéket. Nyomok egy F5-öt. Most... Jaj, pillanat és jövök.
Itt van apátok, ne féljetek, mindjárt jövök, mert nem, van egyetetem. Ennyi volt, igazából gyerekek, ennyi volt. Bocsánat, hogy el kellett mennem. Hoppá. Ennyi volt. Apa, a tej, visszajöttem, hoztam tejet. Ennyi volt. Mondom, bejött csávó, kurva vicces tag volt egyébként. Bejött csávó, dumáltunk kettőt, azt mondja, jó van, azt mondja, hogy villany felúcsom, azt mondja, bátyja, ezt érezni kell, nyugodjál meg. Ja, mondom, dik, na mindegy. Aztán ennyi volt. Szóval csilingezünk most. Szakó Jonszának, köszönöm szépen a flowchart, szakít a streamen, csőcső. Szóval ennyi volt. Itt is vagyok, pillanat, main account, yes, kibont. Removoltam a bot accountokat, csak egy problémám van, hogy bepipáltam azt is, hogy removoljam a bannolt accountokat. Szóval most vesztettem vagy 50 followert. XD. Szóval, óvel, nem lesz nézőigém. Yamato, az ötleted egyébként meg imádni való, de nem lesz nézőigém, mert csávó az így fogta, spritz, azt elment a faszomba, mondom, oké. Okay. Helyette lesz egy Yamatós main, mit szóltok hozzá? Jó van, Yamatós main, 3 win, dia 1. Little price to pay for the salvation. Amúgy igen. De amúgy, hát jó, most mindegy, most a botos buzik, mert vesztettünk vagy 50-60 followert a bannok miatt, mert letörölt minden random. Letörölt olyan accountokat, amiket bannolt már a Twitch valamivel, illetve letörölt olyan accountokat is, amiket én bannoltam, szóval mínusz 60 follower. Igazából őszinte legyek, kurvár nem számít, hogy hány followerem van, bazd meg, hogyha van 10 follower meg 6000 nézőm, akkor az többet ér, mint 6000 néző, meg 10 follower, meg 6000 follower, meg 10 néző, szóval. I don't give a fuck, oké. Okay. Jövök kettőt, gyere bátya, egyet, meglátjuk, amire van idő, lesz tompoljuk-e vagy nem, meg tudlak invelni, imagine, nem fogja engedni, de nem baj. Pipa megvan, többi már nem kell, ennyi bazd meg, nem, gyors volt a csávó, és jó, ez is megcsináltam gyorsba, fuck you, nem kell lesz, akkor így se Yamato, mennyi innen. Szóval, ja. Mindegy, boys, hát most bejött, boosted, és kiment, pontosan az vagy Yamato, ezt jól eltaláltad. Szóval ennyi boys, ennyi. Csataleheteket visszakapcsolom igazából, az csum-csum. Meg a LOL-ban is visszakapcsolom az alerteket, az kész igazából. Nem tudom, mire jó az az embernek, hogy botolnak egy idegen embert. Egye meg a faszom. Ugye, hogyha fix, tehát ugye tudatosan van botolva, akkor ugye bannolható az ember, de hát szerintem elég észrevehető, amikor én ülök a gépnél, lozok, és akkor hirtelen bekövet 200 ember fúrandom, csak töröltem a faszomba, nem érdekel. Ó, vele, nyomtuk egy tanos csettintést, és így eltűnt a followerünknek a fele igazából ezzel, de hát most who cares. Kódot give. Egy bandor accountjával akarsz jönni? Ó, nem jó a szilike, geci, bandor olyan, mindegy. Mindegy.
10 perc azt mondja, hogy várjál, bazd meg. Csak gyere Sziliről, Bandor az... Mindegy. Kéne tanulni magyarra? Kit a faszt érdekel? Kész kipusztít minden rovar? Megbaszódott minden rovar cseret, ennyi volt kézgatya a rovaroknak. Bátya bejött, megkezdte a humban, bogáron, de mindenhol. Bazd meg, mondom, bazd meg. Ennyi volt. Ja. Jordi azt mondja, másfél óra alvás nem volt elég. Meg kell halljak. Nézd, Jordi. Tessék, bátya. Bölcs szavak? Én adok neki szívesen ebből a szarból amúgy meg. Én szívesen adok neki ebből a szarból, azon múljon. Wisponzi. Hát a Jim Beam, bárcsak bazd meg, nem, műtét óta kettőt edzettem azt is ezen a héten amúgy meg. Amúgy, chat, hogyha nem tudok aludni, és másnap stream van, akkor öt ilyet beverek, és másnap fel nem kelek reggelig, geci, az biztos. Működik. Szóval. De jajaja. Szóval working shit, meg ilyenek, de amúgy, ja, úristen, olyan izomlázam van, basszatok, hogy ezek nincs. Nem tudom elmondani nektek szavakkal. Lábasztunk ma asszonya, lépcső nem tudtunk ma feljönni ember. Give? Hát egy 1000 forint volt szerintem úgy 100 darab. Hallod, ha 1-től 5-ig egészséges, azt mondták, rövid távon, hosszú távon elvileg nem annyira jó. Szóval amikor nem tudok aludni, akkor csak beverek vagy 2-3-at, azt gaty. Másnap déli göcsém, mint akit lelőttek, érted? Ezelőtt egy doboz, nem is olyan drága. Na, Inveld? Hol van? Fú, égeci. Menjünk fel! Szia, fia, jaj! Hello! Hello! Semmi. Geci, megijedtem. Kurva élet. Hú, ez a Bandor. Jó lesz ez az aknak. Asszony! Hogy... Mi? Hallod, Bandornak fél óra, én csak 3 LP-ket a Dia 2-höz. Hogy vesztett 40 LP-t egy game-mel? Tudom, azt akartam kérdezni is tőle. Bandor 40 LP-t vesztett egy lúzzab? Boys! Jó, mondjuk nekem nem az a bajom, hogy nem tudok aludni, hanem hogy nem eleget, és nem amikor kéne, tehát egy nap 3-szor alszok. Ja, és úgy csináltam súly napokon egyébként, meg megfogtam, hazajöttem, aludtam, felkeltem, fenn voltam 2-ig, aludtam, felkeltem 6-kor, bementem suliban, hosszú szünet, aludtam. Bandor egy hivatos lúzer? Ja. Ja, két gén, de miért? Ó, Istenem. Bandor tudja egyébként, hogy mikor kell építeni amúgy a karakterre, akit Kha'Zix-nak csúfolnak, Revenous Hydrát. Most meg kíváncsi leszek rá. Jó, Bandor, ügyes vagy. Második game. Jó, Bandor, ő mindig ügyes vagy. Harmadik game. Jó, Bandor, hát annyira ez mondjuk egy... Meg kell üleszek, hogy Cole volt egyébként, meg de nem baj. 6-ig vagyok körülbelül. Mit csinálsz te 6-ig? Max 4-ig, mennem kell barbershopba, hát ez... De nem mész. Megám. Nem, levágom a hajadat. Chat! 5 sub ja. És megcsinálom Yamato haját, levágom. Chat, 5 sub gondolom. És hétvégén megcsinálom Yamato haját. Durrancsátok! Hát mi, megcsinálják, bazd meg. Adok belőle, adok a subok fel a tiéd, jó? Námen. Gyere! Intézed neked időpontot! Keresztanyámhoz! Fodrász! Na, már nem tudom lemondani az időpontot, már kaptam e-mailt. Nem mondhatom le. Mi? Csak mondom. És SMS-t. 3 a tiéd! Ne! Fele a tiéd adók után! Na! 5 sub! Yamato, az vagy 40 forint, Yamato. Hát ez kösz. Yamato, 5 sub adók után, az vagy 40 forint, Yamato. Zocka, köszönöm a follow-t, üdv a streamen, gyerünk, Yamato, na. Vállald már be. Megcsinálom a hajad, tesó.
Na! Mondom, hogy nem. Pina geci! Jó, faszt. Halasz olyan lesz olyan, mint neked. Olyan nem kell. Hát, hogy lenne hosszabb a hajad, mint eddig volt, te agyhalott mosolynyomor, szájba tekelt autista. Mármint olyan rossz. Arra gondoltam. Te... Ja, Mató, olyan hajad van, mint hogyha a fejedre raktak volna egy kibaszott dobozt és körbevágták volna. Úgy nézel ki, mint a kibaszott grúból a narancsárga ruhás faszi. Nekem te ne. Fog be. Azért mondja, mert tudja, hogy igazam van, kis köcsög. Dehogy van. De nézzél már magadra. Kis kizét, narancsárga kutyi. Vektor? Igen, Vektor! Konkrétan úgy néz ki amúgy meg. Nézzétek, így néz ki Yamato. Még testalkatra is. Yeah. Azt mondja Yamato, Yamato azt mondja, hogy bátyja, ma nem megyek edzeni, majd megyünk, leedzünk vasárnap. Nincs vasárnap nyitva edzőterem szalonokon. Na mindegy, pillés jövök. Ja. Belettem bételve. Hogy tudná, hogy kicsit nagyobb súlyjal edzenik, aztán azért nem akar edzeni amúgy. Mindegy, nem szégyenítem meg. Na, jó hallottam, valaki szájára vette a nevemet? Yamato geci. Faszke, hülye. Jó, nyugodj már le. Csak annyit vettem, megszégyenítelek a teremben, szóval azért nem akarsz edzeni amúgy. Jaha, bújjál már, kiskutya! Csak mondom. Pózokba raklak, jó van? Jó van. Ez amúgy ezt volt olyan vicces, hogy ma azt a picsa, tehát lábasztunk, és ez a picsa kitörés, tudod, ez amikor így, mint amikor bele megbaszod a levegőt. Hogy van, bocsánat, mielőtt ezt végig folytatom, hogy van az Emerald 2-es Rivenünk ebben a lobbiban 45%-os winrate-tel? Hát hogy, valaki vedúzik fix. Nem. Akkor... nem tudom. Miben volt előző seasonben? Dia... 4. Nem tudom. Mit keres ez itt? Enemy meg Master! Na mindegy, érdekes. Csá, Lori! Visszatérve amúgy meg... Mi a faszom ez a szar, geci? Acep, what the fuck? Nekem is idő, ez mi? Bal oldal, ez a professzor, megbaszódott neked is? Nem professzor. Csak ilyen game message female van, words. Ja, hát az nem, az csak izé az a words-ös fasság, ezt engedd el, csak a bemondó, nem foglalkozzál vele. Bolkatja a Yamatónak? Ja, elég cringe. Megyünk? Éppen állítom, hogy tudjak tenni a izémkra, de mehetünk. Flash! Jó! Gól! Meghal, nem? Meghal. Mit csinál? Rokos volt. Durranunk. Jövök. Éjszakra a meghalok. Izém. Hát meghal. Segíts! Hát Yamato! Mit segítsek? Mit? Hülye kutya! Én nem tudnék semmit. Hülye kutya! Mondj Trisztának, hogy nem megy be, akkor túléli mindenki egyébként, meg egy se lefelápézzük azt a szart. Szóval köszi Trisztana. Bajnok vagy. Vesztettem igazából innen, nem baj. De várj, nekem a professzor az kéne a timerekhez, bazd meg. Hát ez kurva nagy hátrány így nekem. Ilyen buzi Trisztana, geci. Pedig se lesz, nem már lusták vagyunk, nem dolgozunk ma. Már nem dolgozunk, ugye Yamato? De jól is kapok, remélek ott áll bazd az egész botlén, én meg. Így van. Hát itt van öcsi, nem? Majd ő csinálja. Öcsi, moderátoroskodj, plösz. Bajnok. Öcsi. Töcsköljenek meg. Kemény erres bomba. Az N-word. Hát na. Jaj, amúgy megbazd meg Yamato. De amúgy jó lesz, az megyünk biliárdozni meg ilyen bullshitek? Jó lesz. A kedvemé viszont innat kell ebből a viszkiből, csak mondom, de csak egy kört. Nah, de muszáj, tesó!
Én megmondtam, mit fog inni. De nem, nem, de most amúgy Imagine, te chat azt mondta nekem, Yamato, azt mondta nekem, ilyen fél ember, nézzétek, hallgassatok. Yamato azt mondja, hogy én csak vodkaráncsozok, meg Sex on the Beach iszok. Igen, hát... Én csak azokat iszom meg. Látszik. Jaj. Jó, hogy nem azt mondta, hogy mohítózol, geci. Pina ember, ennyit írtak, jó buzis. Be az egy szál lánya csütön, jó buzis. Még a csajok is beszélnek. Jordi? Aha. Ő is jó, nagyobb hím nálad, geci, hát... Vessé már magadra egy pillantás, hogy nézel te ki, hát... Ember... Viszont, hogy vodka narancsban, mi vagy 16 éves lány? Hát, Csápeti hangom csőcsi. Az olyan. Elvileg. Facts. Hát de amúgy az kurva cringe velem az Yamato. De tesó, csak ja, az, igen. Csak, de muszáj, nod, ne csináld már ezt velem, az izé miatt. A partner miatt. A partner miatt, muszáj, most mindenkit itatok azzal a vodkával, aki itt volt, moderátorom, meg a faszomat szopta. Megvan. Rizsa is jön, ő is. Na, muszáj, hát. De jön! De nem az izé Rizsa jön. Hát a dehogy jön, hát a házad nem hagyta el 10 éve, hát. A másik, a kőrizsa. Jaj, hát ez biztos, hát ez... Az mind a Piavanosz jön! Múltkor a Bombét itatta velem, geci, a csá olyan részeg ez volt, én behánytam, ő meg csak kipróbálta tartani a izémet, a testemet, hogy ne essek össze, de hát ő is olyan stabil volt, hogy elesett, szóval hát... Jó. Kalányosi kommandó. Postázzak pálinkát. Tisztelem, tisztelem. Jössz gamingelni midre? Yep, az indultam el. Jó. Jön a Zudir. Ha megállunk abban a pixelben, az... Mi a fasz csinálsz? Szép volt, Yamato. De látod lesz a sidestepet. Ha majd nekem még nincsen izém. Nincs még flash-em. Gyászom. Van neki. No. Ha jó van, lebekkedsz a... Ki? Vert. Kék Jin szeretnék is szerintetek is undorítok konkrétan, mint az epés hányás olyan volt. Kék Jin. A Bombay? Most arról beszélünk. Az a Kék Jin, nem? Nem tudom amúgy meg. Nem volt szarésze, viszont a hatá... Igen. Nem az ízével probléma, nekem a hatásával volt problémám egyébként. Megittam már amúgy meg... Tehát jó, finomabb, mint egy vodka. Viszont megittem, és olyan szinten ellenkezett a... bélrendszerem ellene, hogy hát igen. De amúgy én nem értem, geci, lepingnem 40-szer, bátya udírtop, bátya udírtop, bátya mit csinál, bátya pussol. Nem akar segíteni, kutymuty. Udír kigóztott megint amúgy, meg egy csávókám, az meg ízé szellemnek érzi magát. Szép. Via gyerek, megy midre amúgy az Udír. Á, nagyon-nagyon kringé. Rózsaszint igen, de az se volt jó. Én tudom, mint akarok innen kipróbálni a rumot, baszki. Csát, a rum az milyen ízű? Mihez tudnátok a legjobban hasonlítani? Sose ittam még rumot, és ki akarom próbálni. Azt tudom, mivel kell inni egyébként, meg magában biztos nem fogom, összeálljon magamat, de... Nem féltek a bírtól, bazd meg. Itt van, de lovos, szóval te kondi. Ja, patika. Karamella ízű szesz. Real. Sose ittam még, szóval nem tudom kinek higgyek, vagy mit higgyek. Rum van a mojito. Igen, a mojito mondjuk baszógép. Az ilyen kis csajos pia, de amúgy szeretem. Köböl, legalábbis nekem édesebb viszki. Na, hát a viszkit amúgy az bírom. Nem vagyok egy nagy édes szájú mondjuk, szóval tököm tudja. Bár amúgy Martinit az banger. Egyszerűbb bebasztani, hogy Martinit tőle, geci, vettem, nem tudom, mi a faszt, ezt a Bacardit, vagy mi a faszomat vettünk. Meg egy üveggel megittem a faszomba, halad, úgy bekúrtam, mint az állat. De amúgy nagyon finom volt. Piu-piu. Tudunk kontesztelni amúgy? Hát nem. Akkor most, mindegy. Most már mindegy, már elviszi. De itt a Tristana is. Hát akkor jövök, bazd meg, de... Már akkor csináljunk is valamit. Vörf. Mindenféleképpen maximális mértékben vörf. Ez nem azért volt vörf amúgy meg, mert hogy... Kajak jó felrobban. Ja. De megijedtem. Ráflash! Smite-oltam a sutyira, geci!
Mi van, öcsi, kell nekem a... van a... Mágy a TF-fel, bazd meg. Meg lehet, bazd meg, meg lehet, hogy ne lehet volna meg apátoknak. Amúgy csak azért flasheltem rá, hogy amúgy ilyen mental diff legyen. Tehát csáv, gondolj bele, mennyire tiltem, miután elviszik a sutyarákját, geci. És megölik. Hát én üvöltöttem volna már. Egyetlen pia, amit meg nem iszok tisztán soha többet, az a Martini. Én, az, de én nem tudom, én csak az... Martini. Ja, jó, de hát... Na. Attól be lehet baszni. De mi vagyodon a Martinivel, bátyja? Vodkával szokták keverni, vagy mi a fasszal? Azt akkor így valami ilyesmi, nem tudom már, hogy a faszomba kell, mindegy. Van az a izi, a Bacardi vagy, mert pöcsöm, azt megittem, mondom, az baszógép. Az Banks. Na. Sziasztok, Poppy vagyok, buzi geci. Viszik a Drake-et. Jó. Elflashelt ez a kutya. Nem tudok mit csinálni, Sadly. Jaj. A bátyám, mindjárt ránézünk egy heráldról, azt annyi. Csak elviszem a redet, vagy blue-t. Az a bajom, bazzek, hogy amúgy tök jó meg minden ez a blue, de fél év leszedni, bazd meg, ez a counter jungle, ez olyan dead. Jesus Christ, ember. Negyed év leszedni egy kurva blue buffot, he! Ugye jövök a heráldra. Most jövök, elindulok felfele. Jó. Az, ez komoly? Mi van? 6 XP kéne, level 6-hoz, mindegy. Riven! Öcsém, gyere már, geci! Adjad a faszom, mert Riven nem jön, akkor nem fog contestálni semmit sem. Udél meg már itt van a heráldnál. Előtt meg ezt a innen? Plusz. Cringe. Hát az szerintem nem talált be, de jó a hitbox. Nem baj. Addig velünk el van a hitbox, addig nem baj. Egész. Poppy, mi a pöcsömtől fél ennyire? Hát bassza meg, hát... Jövök fölfele. Jön a Tristan is. Szóval lehet, hogy lét lesz, mire odaérünk. Elbasztam az ultimát, mindegy. Hú! Jó. Azt megalítek, nincs flash-e. Nice, király. Volt egy flash. Már vigyük el, hogy flash, bazd meg volt. Ivan erős, ja Ivan erős, mert mindent, csak nem tud solo carry-zni, mert egy enchanted support Sadly. Nincsen smite-om, szóval egész fos jelenleg a helyzet, az a nagy mondani valón van neked. Menj már boxolni. Megét hátát, plusz. Tesó. Minél többet basic-ezt bele, fun fact, nem tudom ki tudta egyébként, meg dzsungeles fun fact. Minél többet basic-et akarsz bele egyébként, meg annál hamra spawnol be vissza a háp, vagy a szeme. Szóval például Master Yi-vel, hogy on-hit effektekre procol a izé, ez csak. Szóval például Master Yi-vel, ugye bár a cooldown-ja procol az on-hitet, ezért az 5 basic-ataknak számít végül is. Szóval, hogyha Master Yi-vel basic-atak, Q basic-atak, akkor nincs tehát viszont herádnak a szeme. Fun fact. Ezt megveszem. Zsa. Hat hét basic, ezért mondtam. Most mondtam, hogy a mastery, fuck. Olyan okos vagy, Bandor, mint egy legyi kecske, hegyi kecske. Nem is jövő meg ezt a jelzőt, te legyi kecske vagy. Jövök kurton, murton, burton, furton, fúrjam a farkadomat a seggembe, vagy mi? Mi? Csilingeljé, várjá. Na most az egyetlen hancúr problémám, ez. Edd meg a faszomat, Poppy. Botra megy? Nem. Kurva nagy mínusz. Ja, itt van anyám is, jól van. Á, bazd meg, geci, XD, 10-en itt vagyunk egymás segjukába, így basszuk a faszt ez az XD Udirral, meg... Aj, de ki van a faszom TF-el, amúgy olyan OP karakter. Még kell buffolni ezt a szart. Amúgy TF, én nem értem, miért kell ezt a champet buffolni, ez olyan réteg champ amúgy, meg senki nem azt tudja, akinek használja, az meg instant win el minden matchupot vele, geci. Faszom, ki van ezzel a szarral.
Már kéne rádoznom még, bazzik. Szar a farm, szar a minden, meg kell nézélnem. Magic. Mindig attack speed TF-et csiszesz, hát akkor csodálkozod, nem nyersz, bassz meg. Olyan bullshit utility-je van annak a champnak, amúgy az hihetetlen. Folyamatosan dobod a kártyákat, hogy jaj, halott, bassz meg, és stunno lesz, bassz, 15 millió damage minden, undorítan erős. Húha. Ez szopó. Mit csináltak már? Jó, nyilván. Rizsa még életben van? Melyik? Attól függ, megy oda az a fasz, vigyázzatok. Látom. Melyik boys, melyik Rizsa? Beviszom a izét, wait. Huge. Hogy várjál, campeljem le? Most mi a faszomért? Mindig nem értem ezt a csávót. Vigyük már be az izét, első tornyot a faszomba. Itt van a csöves. Pusztulat van, rékezni. Le tudjuk azt várni? Gyere! Viszi. Mi az, hogy viszi? Ja, azt a szart? Húgad már le. Megvan. Jó, nice! Lassan, de biztosan. Drága zigzem, meg még a héten, geci. No, geci, az a kurva X-House miatt nem tudtam megölni. Oh, oh my god. Itt fekszik mellettem halottan, Rizsa. Jaj, most kapott 3 killt az ADC, de jó. Hát nézem itt build-el, hát ez azt sem tudom. Ja, mi a fasz, attack speed-et építkálsz erre. Nem tudom. Váj. A szart nem fog érni, az kap egy CC-t, az meghal. Hát igen. Tehát lebetűzöd, oda sétálok, nyomok egy ultit és megdöglött. Whatever, igazad tiszta, nem tiszta, nem mondjuk akkor így a választásait igazából, pont úgy, mint az öregeknek, amikor Orbánra szavaznak 40. évben is már így lassan-lassan, de hát na. Fidesz. Hát jöhetek, testvér. Nem a legagresszívabb teremtmények. Nincsen ward. Hát ad őket bételni ide? Nem tudom, az udia. Topside-on valószínűleg, nem? Mi ez a lag? Jesus! Most nincs itt ward, amúgy. Most járt le. Hát és remélem, hopp! Nincsen ward! Nem volt. Rohadjon meg a szája! A végül Drake-et, nem? Mindje, csak nincsen smite-om, szóval gyors wave-et toljuk be, meg minden szar, aztán majd surranjunk oda. Milyen flash-et, jó. Lagány voltam úgy, meg de lepingelem ennek a buzinek a flash-e. Nagyon laggoltam most a legutóbbi izébe. Várj, topom van a izé. Udír. Hell yeah bro, hát akkor ingyen Drake. De amúgy tényleg nem volt part, mert akkor na, de jártam. Visszafordultam, amikor besétáltam, szóval valahogy láttak ezek a buzik engem, nem tudom. Minimum biztos nem ért el odáig. Hát mindjárt megnézem a csit, de nem volt ott. Hagyjad a faszomba, hagyjad, gyere inkább, gyere ide velem, aztán Udír ide fog reszetelni, aztán megölj a bokorba. Ja, nincs part, szóval... Mert elhiszem, mondom, csak visszafordult, szerintem nem, vagy megjelent, vagy nem tudom, mi a gecin volt, de... Hatodik érzék volt. Hát lehet. Ösztönök, bazd meg. De mit csinálsz? Miért mész ki? Fuck you. Csőcső. Mondom. Dur. Jó, oh, hagyjuk a faszom, jaj, ott a TF mögöttünk. Zsa! Azt megölitek. Lighty. Yeah bro. Ha majd adom ezeket a zigzag DC-ket, annyira unbalanced minden AP karakter most, bazd meg, boton. Hát, no, az a flash, de... az a flash, de embarrassing volt, azt mondja. És tényleg. Hát, én is kirögtem volna. Mikor lesz King of the Hill? Amúgy ez egy valid kérdés. Mert kurva rég volt. Mikor legyen King of the Hill? Csak a vasárnap kéne. Nem, szombaton, mert lassan nem streamelek, szombaton. Hát csütörtökön izéket tolok, a requesteket, a maradék requesteket tolom. Aztán meg szombaton szerintem ledurantom, ja, mert nem fogok tudni izélni. Mi a faszom annak a neve? No way bro.
Maybe not. Hagyjad a picsán, nagyon sokan vannak. Cső, Vandi. Hát ez amúgy nagyon gatya. Hát annyira nem amúgy. Annyira nem vész. Futok. Rendkívül futok. Tehát amúgy de elég gatya, mert amúgy poppi vagyok. Nincsen még itemem, de többet sebzek bárkinél. Tankkal játszok, poppi vagyok. Hülye csemgeci. Hát nerfeljék már poppit a faszomba amúgy. Aha. Tegnap döcsön. Hát 9 asszisztom van, mi a faszom? Nekem 11. Mizuka, semmi extra testvérem. Veled Mizuka van, Bandi Bandi. Egyem a farkadat. Veszek egy izé BC-t, mert poppi undorító karakter. Jó, de te neked ez a dolgod. Ki? Hónap burst, már nézi a faszom a burst-ot, a klippeket nézem csak, tudod milyen hosszú, nem, mint bizé foci meccset nézni, nekem sokkal idő. Hello? Oké. Okay. Nézd a faszom focit, hát hagyjál már. Nagyon unalmas, jó. Az foci, az egy szar, bassz meg. Nézd, követik a labdát, berúgt a pog. Inkább kosarat nézek, ember. Legalább pörgős. Ez a millió hogy volt master? Úgy, mint minden support játékos, aki jelenleg is és volt is masterben, vagy pedig valaha lesz masterben. Lejátszik egy seasonbe 200, 300, 400, 500 meccset, aztán meg van coin flippel halál faszál, vagy pedig a nagy farkú Rengar játékos, vagy Draven játékos kis barátja levizé boostolja. Megölt, van? Aha. Nice, 1000 gold. Vodododododó. Én meghalok, szóval. Nem hiszem, hogy itt van a Tristanánk. Kecseljünk. Várjál. Nice, 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 nice. Fuss. Nem tudok gyorsabban megölni. Nem tudom. Csak a szoki görög isten. Csak a szoki. Görög isten? Az Yamato. Így van. Bazzik, a taknyom is kifolyt, várjál már. Jaj, ember. Poppival csak olyan ember játszik, akik megbasztak a szülei felcsatolhatóssal. Szegény vízicsocsi, bazd meg. Kurva éled, megbaszta. Az X új meta? Nem. 40%-os windrate-tel? Hát nem hiszem. Kurva szarmas ez a champ. Izére jó, csak hogy tank tímeket, meg bruiser tímeket ki kell terelni a izé buildjével, Frozen Heart-os buildjével, de azon kívül egy fos most a karakter, mert olyan lassú rá a kite, vagy kite, clear, mint a szar. Nem skillen most már AD-ból clear, szóval hogyha AD-t veszel rá, akkor konkrétan 3 év leszedni egy campet, ami amúgy nagyon cringe, de hát ilyen. Hopp, mindjárt jövök. Gyors, bekkelek! Nasusok topon, az se valami skilles? Hát az igazából most így szuporkodás. Vársz egy pár száz meccset, azt vagy beszkélelsz a nagy részébe, vagy nem. Jó, igen, egy jövök basszom a szátokat, csak hát ugye már 2800 góddal nem fog fájtolgatni, verjen belétek. Tingeltem, hogy még nem vagy itt. Hát more, tudod, full itemet vettem, hát hagyjatok már. Vagy bekkelek, vagy kiszopjuk a fájtot amúgy. Andany amúgy izé kájsz a fókusz a faszomba, többi nokedli. Dikcső. Leidegesítő ez a szar. Nem tudok. Kiamtak rá minden stunt. Forfiteljük a Drake-et, nem tudom. Ó, de elbasztam, mindegy. Bebasztam egy gyert. Nem merek átmenni, geci. Át akartam flash-elni, elbasztam az elmet, aztán mondom átflash-elni, de nem merek átflash-elni, mert hogy elkap valami, meghalok a faszom, mert ott volt a Kai'Sa. Lós. Mert. Jó, geci. De anyád a slow-voljad ennyire, he. Ó, oh my god, ez egy semmi idegesítő. Egy Drake-et hozzuk szerintem ebből. Jaj, ja. Most kap buffot, Kazix, de azt nem tudjuk még, hogy mi a buff, azt csak izére tudjuk. Vagy 8 másik csempre, csak Kazix-re nem. Lol. Amúgy csak Kazix-re nem adták ki a buffokat. De jó. Figyelj, legalább Rammus nerfelik, én már annak örülök amúgy meg. Mert az, amit leművelnek, baszki, amúgy tényleg baszki, lehet, hogy most balra mennek emiatt. Nézem. Valami izé nincsen.
Nem. Azt néztem, hogy egyébként ott megy ott a TF kártya animáció, vagy valami, mert így egyértelműen. Vagy OP lesz a Kha'Zix buff, hát vagy olyan lesz a Kha'Zix buff, hogy nagyon OP lesz, vagy pedig olyan lesz, mint Elkarim buff, ami szart nem ér igazából. Tehát ez nevetséges volt, fiam. Hányadék. Hát kár, sajnálom, nem tudtam hamarabb felfedezni azt a Kha'Zix buildet egyébként, meg nem találták fel egyáltalán, lol. Mert amúgy izé, csináltam róla videót, meg minden szart volna, csak hát így meg egyáltalán nem. Nem tudtam, nem volt rá időm. Jött a Zutirguszt. Tisztelem, tisztelem. Ó, rohagyj meg. No way. Hagyj mozogjak már, disgusting hányadék champion. Jesus ember. Puppival vannak problémák amúgy. Vegyél már izét, vovot. Nem tudjuk átpenetrálni a Poppit, bassz meg. Nincsen AP-nk, csak az a fasz, de az meg mindig megdegli. Nincs vardatok? Mély lenne? Faszom a szállat. Na, a faszomat. Szép volt, Poppy. De ne engem terrorizáljatok már, mert már feláll a farkatok rám, komolyan mondom. Á, bro. Na, meghaltam. Így húzogatják a lompost oda-vissza, bazd meg rám, hát a faszom ki van már vele. Ne csináld, tesó. Mit csinálsz? Mi? Mit csináltok? Mi? Nem jó, mi ugrik be a Tristanál? Nem, 4v3 van, geci. Jézusom. Megöli, nem? Most rossz vagy a jó hírt mondjam. Már rossz hír az, hogy nem a jó, meg az, hogy lúszolni fogunk. Hova tűnt ez a 10 assistom egyébként, meg el az éterbe, bazd meg, mert van 20 ki az íznek, de nem láttam a csávot még tevékenykedni a mappon. Late game-re le kell szkélelni, nem tudok mit mondani. Dehogy adjuk fel, hülye vagy te, geci. És olyan szépen majd a Super Minion Wave-hoz csak permafarmolni fogunk a picsába, azt majd lesz annyi XP, mint a rohadáshoz kész. Még ne laggoljak, ez még lehet jó lenne. Tristanát védjed amúgy meg, ez nem játszik olyan szarú, mondjuk nem menne be egy vérbe néha, akkor lehet, hogy jobb lenne, de... Kurva élet. Ráugrik a Poppira, ilyet csinálhat is. Tudom, de geci, á, mondjuk nem tudom. Manzix meg ugyan ilyen, hülye, az a baj. Én meg szart nem érek a Poppy ellen, de csak ők tudják kiszedni az Udyr Poppit. Van egy BC-m, de fos nem érek vele. Amúgy Riven tudja, hogyha lént farmol, azzal többet ér el, mint hogy csak a campjaimet szedné, mert azzal én több XP-t kapok. Kérdezem. Egy barát miatt. Na nagyon fájtoljatok, tehát hogyha elmegy, akkor elmegy, geci, de én nem akarok izélni, mert botom vagyok. Köszönöm. Szép szóból, Tristana, hülye gyerek. Most, hogyha ott maradtok, meghaltok, csak mondom, szóval pingeld őket, mint az állat. Az értetlen bagást amúgy beleverem, hát komolyan mondom. Most hiába megöltünk egyet, meg meghalunk négyen. Jó szar. Hát... Team gap. Gratulálok. Miért kell fájtolgatni amúgy az embereknek? Amúgy annyira nem értem, geci. Erre áll a kis peckesük, bassz meg. Hülye buzi, bassz meg. Most kajak emiatt kell kiszopni a gémet. No way, baszki. Mi a faszom ez a Kai'Sa? Beleverem a faszomat amúgy ezekbe a geci ládákba, amúgy komolyan mondom. Ó, Istenem, ez olyan free game lett volna. Bemennek 1v5 belehozni a gémet, baszki, de jó nekem. 18-1-ben volt a Kai'Sa, szuper. Én annyira nem értem, hogy miért kell valakiknek beengécselni, geci, úgyhogy látják, hogy botom vagyok, van barombufjuk, és nem is tudunk leszni semmi geci objektívet. Peak autizmus. Peak totál autizmus. 11k Riven damage. Milyen hasznos volt, Poppy lesebezte bazd meg az egész csapatját. Nekünk meg volt Rivenünk, aki full damage-ot épített, az geci volt 11k damage-e. Na jó. Nice.
Szerintem egy még belefér. Oké. Gyors lúz még belefér. Legalábbis nem 31 LP-t vesztettem. Szavasz, Leli. Hát ez nagyon cringe volt ez a game. Kör is küldött valamit. Kör is mit küldött? Édes Istenem. Gatya. Lego minusz 30. Lego. Minusz 24 volt Vandornak. Ebben a season mész, hogy jungler lehet szóló kárjózni? Egyikkel se. Most nem akarok elkesíteni senkit, de 30%-kal szarabb a dzsungel, mint bármelyik lén. Szerinted lehet? Bátor, bátor. Nem jó lett volna a game, csak nem volt semmink, ami megölje az enemy tankokat, meg a Rivenünk meg egy autista fasz volt, szóval. Ja, nem is volt ADC-nk rendes, szóval. Az, hát Tristana, de az is bazd, beugrik a Poppyba, hogy jövök! Faszarcú. Kibonom Ramuszt. Bele kéne önteni valamibe ezt a szalt, mert nem, valami van benne, vagy... A full hangja van. Mindegy. Szerencsé, hogy ott hagytam a dzsungelt. Hát igen. Mi a fasz visznek a Games Remaster Plus-ban? Úristen. Ez nem jó. Ez nem lesz jó itt a Blitz. De semmi se lesz jó. Hát ez az. Nem tudom, talán a Senna kipókolni őket. I don't know. Mi lenne ide jó? Dodge. Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Karma, egész. Hát, nem tudom, gec. Kutyafasz. Szevasz, Gellus, csőcső. Hát ez nem maradjé. Ez az eredeti tíme. Benizét vegyél, gec, ilyen Liandrit. AP-ra menjek, azt mondod? Hát, mert mit akarsz venni, hogy üzé karmál a Liandri, bazd meg? Hát Kane urgot ellen? Jó, persze. Ki akarok valamit próbálni, de annyira jó az a Sudden Impact Graves-en, nem tudom, hogy kipróbáljam-e. Megéri Futures Marketet hozni egyébként, meg... YOLO. YOLO. Oké. Okay. V-Bowling, chat V-Bowling. És milyen a nerfekkel? Milyen a nerfekkel? Elvileg legjobb matchupom, szóval remélem jó lesz. Mert hogyha belemegy a falba, akkor csak nyomok egy W-t, az ki van jöve. Na, amúgy nem azért, hogy így a Riotnak a kárára mondjam azt, hogy rossz volt a rendszer, de hogyha nem a 44% winrate-es top lane-et kapjuk meg, aki Emerald 2, akkor lehet megnyerjük a game-et amúgy meg. Csak sanda gyanúm. Mi a fasz van itt? Mink van? Megint masteresek voltak, de most meg 47% winrate bazd, most masterben volt. Utálom ezt a játékot. Én még nem vagyok ott.
Mivel élünk? Jaj, de jó kis mindegyje van, ez totál nem izé boostol egyébként, meg ez a csávó éppen most. A 70% winrate-es 40 game-es nira. Aha, jó lesz. Nem, smurfölnek, nem boostol senkit se. Ne, véletlenül is a Fina nevű e-görjét boostolja amúgy meg a Kiyumi main, amúgy meg. Tehát amúgy ez nem elő boostolás, ami most itt történik, chat, nézzétek. Ne, 70% winrate, ne, dehogy is. Tudom, hogy a Pina egyébként meg ilyenekre képes, geci, de legalább menjen fel az accountjára, vagy én nem tudom, baszki, mert ez baszki folyamatosan, hogy ez van baszki, hogy jaj, jövök, boostollak, hercegnőm. Jó van, geci, menj fel az accountjára, ne kelljen már dúoznod vele, mert ez annyira egyértelműen low boost. Ez olyan, mint a csávó, aki eljött ellenünk zerizni a Csémoszt, annyit láttunk, hogy van 20 géme, 4 csávóval játszik, és mind a 4 csávónak Paula, Paulina, Pauliciono, Paulicine, meg ilyen neve volt az összesnek. És így, nem szkriptelem úgy ez meg. Nah, bro. Megjátszott engem boton. Nem az volt egyébként, nem tudtam eltalálni egyébként a skillshotokkal, meg amúgy meg nem az volt. Véletlenül is a 95%-os winrate egyébként meg Diamondban, az lehetséges scriptek nélkül chat. Úgyhogy only zerizik és Pauliciana, Palucia, meg Pulci, Punci, Pini. Azokkal játszik. Na, de jó volt a list, tetszett. Ha beleütött a levegőbe a csávó, geci. Zig stop. Zigstop. Undorító érzetem rá tetejétől kezdve smurf buszra tekintetve. Tudom, mindenki smurfa meg buszol ebben a buzielóban már. De Diamondban nincs egy olyan game, hogy valaki ne smurfjen, valaki ne boostoljon, vagy valakinek scripteljen. Hányadék ez jelenleg, ami most van diában. Pimasz, köszönöm a feladatot, tudva streamen csőcső. És kurvára tiltem, valahogy sose én kapom meg egyébként még ezeket az embereket. Tehát mindig ott van Paulicio no zenében. És annyit látnak, hogy 1v9 ez geci. De hát na, gondolom én vagyok, nem vagyok elég jó, geci, igaz, hogy leszmörföli a teammate-emet, a teammate-em meg 0-10-be vágja magát emiatt, de my bad, tehát hogy, ja. Ez valamilyen szinten igaz, hogyha én is smurfölnék, és az enemy nem pedig egy diamondos lenne, akkor, you know, meg tudnám játszani, de na. Kis coin flip, meg egy kis szerencse, ez kell a high-low-hoz. Jó teammate-ek, bazd meg. Yep. Nem az geci, hogy te milyen nagy challenger player vagy, mert úgyse fogsz magadtól kijutni, bazd meg izébe. Csak úgy instant challengerbe. Már jön majd Paulícia. Beleverem a faszomat. Hú, de megmarad bennem az a kurva kurva. Fatherless behavior. Imagine you missni. Na, alig fél óra alatt leszettem a campemet egyébként meg. Legó. 40 perc kellett csak hozzá, don't fos. Kén topon van? Remélem boton kezdett szerintem. Remélem szerintem jó van, Kevin. Ah, yes. Na, halljatok meg, téjé. Hát, nézd már meg, hol vannak. Én top, yes. Majdnem, izé, spamnunk kempelnek. 4-5 játékos volt összesen, nem egybe. De soha nekem Diamond nem volt még normál. De tényleg, nem halálkom, mert nem volt még olyan megcsomó, ne lett volna. Vagy smurf, vagy bazd meg scripter. Vagy valami szájba baszott booster. Vagy boosted. Cringe. Oh my god. Oh, feel the power, ez az testvér. Na, Paulícia. Te meg visszajön, geci, a csávó, hát jó. Egek ura, ez meg befessel torony alá. Jó Isten! Jó van. Jó van, segítem befusolni, ne fossál már, na. Vakaróztam, geci. Hűha. Pusztulat van, Orianna. Rank egy Yumi generálba. Botra megy majd a izékén, majd odafigyelni. Jaj. De szerintem simán elfutunk, szóval. Hát tudom. Nincs izéje. Ah, mondjuk izéje van, magic-elje van. Dick.
Kicsit megcsicskáztattam a gyereket. Feszetelek a faszomba. Be se volt a fasz a királyság. Jön, okay. Kikapcsoltam a wifi-t, hogy AD reklámot, hogy ad reklámot a telefonos játék. Ja, bele van építve a játékba. Nem tudtad, hogy ezek ilyen? Azt hiszem, ez ilyen köztudott információ amúgy meg, hogy bele van építve a játékba a reklám. Búszetekről ne is beszéljünk. Igen, mikor mondom Paulicionó. Hát bazd meg, Yamatoval múltkor játszottunk, volt egy Janna Vantrick, aki Challenger 1500 LP-n volt az előző seasonben, és most Emerald 1 volt 47%-os winrate-tel, és dúzott egy faszom tudja milyen Daddy Draven nevű csávóval, és a Dravennek 93%-os winrate-je volt, úgyhogy Emerald 4 volt a csávó. Valami turpisságot véltem felfedezni abban a gameben egyébként meg. Gondolod? Hát nem. De hát ezeket úgy ott állom egyébként, baszki, ez hihetetlen. Ah, de... fogy cöcsi. Istenem, geci. Az jó volt, tetszett. Hova fut cöcsi? Hát... Hana. Mit csulti a csorónak? Geng-geng. Annyit mondok, látszik, hogy boostolja izét elült. Mindjárt megvan már a kiszedőm, board. Nem csodálkozok, az a Lulu az valami Iron 2-es kutya, geci, hát csak... Kétszer megütöm és megvan. Hét telibe perc. Van boostolva a gyerek. Szana, fossad. A 70% winrate jön az elemi ADC-nek, Lulu-nak meg valami 40, az dóznak. Hát adjál már faszomba. Mert Finnus a neve, mert Fina a neve, tuti valami ízével, Finnugor Pina azt jelenti amúgy, vagy nem tudom, de... Valami nyelven tudja ezt, hogy Pina. Caitlyn Samira main Darius tapon elfid egy úrön kedjónt, majd kiafkol. De jó. Én mindig, amikor látom a keretet, vagy keret nélküli embereket, amúgy meg tudtok engem várni, tesón. Fatherless behavior. Jövök, bazd meg. Nem jövök, bazd meg. Itt van Kain. Hagyod a picsába. Segítség. Help. Kémi mindig bassza a faszbaton? Hát jó. Tisztelem döntéseit amúgy, meg Gálión azt hiszem 20 szakasz lesz ultja. Valamit alakítani kell majd arra. Azt hiszem Orianát lekemplem, mert egy pöcs. Nincs senki. Utofuck. Istenem. Orianna by the way masteres volt, srácok, és szeretném közzétenni egy információnak nektek, hogy tehát akik látják, hogy hogy játszik ez az ember. Tehát köztudottan most láttak egyébként meg engem botside-on, sőt mondok jobban ő látott botside-on, Bratyaszom casualba kipusolja a wave-et egyébként meg középre. Mint ha nem lett volna itt semmi. Hát ez egészen nem itt team, hagyja de faszomba. Nem fogok a izében Nilával fightolgatni, majd amikor van se tolgatok, majd akkor. Akkor majd beszélgethetünk. Fatherless behavior. Mennyi kell ez a szarhoz? 200 gól. Na jó, azt megoldjuk okosba. Power spite! És most rossz napja volt, azért játszik szarul Orianna. Ja, nem azért, mert ő is boosted volt az előző seasonbe. Dehogy is. Megérdemelt azt hiszem, mert mégis most itt bemegyek mindjárt midre, azt megöljük. Bro, szórakoztak ti velem egyébként meg. Orionnek mindjárt kiafkol a geci. Látom. Csávó 0-4, totálisan megérdemli. Hoppá, hoppá. Búztam a faszomba. Váratlan volt, azt hittem még csak itt van. Én hagyd a faszom, ott van egy ward. Jó, Katarina Senpai, köszönöm fel, hogy tudod a streamen csőcső. Meg legalább az item egyébként meg. Á, my bad, volt, nem hittem, hogy ilyen gyors az a Kain. Szia, szép fiú, baszú, szép, szia, szép faszú bagoly. Hát szevasz. D1
Yolo, Q, Peak, már az Orianna. Nem, Master volt ez a szízenben, mondom, hogy csávó. Csak tudna faszom, hogy egyébként meg. Már nagyon gyász kategóriás, hogy 100 goldot ér a gyerek, geci. Annyi adott neki egy kilt, hogy legalább érjek valami, vagy érjen valamit, hogyha bazd meg izé. Megölöm. Ez már kellemetlen. Jövök fasz. Flexben, ja Flexben volt Master, nekem az nem jelzi. De akkor is D1 pick, ez már szinte Master. Ma annak van elkönyvelve. Ez. Bro. Jesus Christ, oké. Okay. Az a Garen az... Hú, de szeret az meg az izé halállal játszani, Jézusom. A kedvenc dolga a gyilkosság. Grace meg én, mert a jungle. Grace az egyetlen AD jungle, aki viable, én meg csak AD jungle-sekkel játszok, így relatíve szóval... Yeah. Nekem is régen azt mondták, szép faszú bagoly, de mi honnan jött ez a szép faszú bagoly? Fiú, nem fog botszedre játszani, mert legendásan fosodott Twitch-e csávó, meg szerintem valami Challenger Smurf, szóval... Csak befidelem a Garent, az meg kíváncsiat olyan illált a geci, majd late game-ról cső. Cső lépte minden, nem kell nekem itt az agressziótok, ugye bumzik. Topside-on van a Kayn. Egész jól állok. Ah, már megint kezdődik, hát már a faszom ki van. Oh my god. Mi ez a izé folyamatos, izé a mai nap amúgy meg? Jesus Christ, látok. Alertet kikapcsolom a pöcsömbe, cső ki van kapcsolva, ennyi. Megint kezdődik chat, ne izéljetek, ne törődjetek vele. Jövök. Ne törődjetek vele, majd törlöm a faszomba úgyis game után. Ne törődjetek vele egy másodpercre se. Valaki megtalálta, valaki nagyon szeretne most trollkodni, akkor trollkodjon igazából. El akarja spammelni a csetemet, de hát most faszomat érdekli. Zsa! Back to back. Nem akarunk. Please tesón, please. Jaj, de nagy császár vagy. Oké! Okay. Jó, micsoda kombó, öcskösöm, hát ez egy dragon. Hoppa. Itt be. Nice. Át fog menni a falon. Hopp. Á, bro. Mindegy. Nász, megöljük. Gyere. Hülye kutya, jó, menjünk. Nice. Jó. Most nem tudom, JFX az most bot vagy csak szimplán izé random follower amúgy meg, aki meglátta, bekövettek egy ember, meg 400 másik. Discord GGDBT szerintem az a izé. Minden, nem baj. Ne kerestek rá amúgy chat. Azt gondolom, hogy gyilkos pornó oldal. Cső Gabeszkó, cső. Nyert törlöm megint egyébként meg. Most nem értem most mi a faszom, hogy a két kattintással kitalom az összes bot accountot igazából, meg a bannolt, meg minden szarokat is. Amúgy ez nagy volt ez a izé, play bassza meg. Hát milyen kombót toltunk azokra a nokókra? Ja, amúgy jól játszik a Galio. Ja, le is genkeltem egy párszor early-ben, de az Oriannához képest, ez Isten áldása. Húztam innen. Szia, Adesz csöcsi. Mit kell nekem csinálnom? Ez... Újra töltöm az oldalt, aztán majd izénem. Mennyi izéjük van egy AD? Ja, ez van, ezt veszem sír. Királyság. Huh? 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 Nah, I'm dead. Nah, bro. Unlucky. Legtöbb esetben első 10 perc a szabályos szenvedés a dzsungelben. Hát te só 10 óra leszedni egy kempet konkrétan. Szóval, jajajaj. Luminary Pixel, köszönöm szépen. Most már jó a subscribe, let's go. Hát öröm önnel üzletelni egyébként meg Pixel cimborám. Péniszed mérete megnőtt. Winrated megnőtt igazából, anyukád lett, apád visszajött a boltból. Köszönöm szépen, testvérem. Ó, anyád, he. Futok, nagyon. Annyira idegesítő ez a gyerek. Ugye, topostam el. Geci, elbasztam, belement a falba. Elbaszta az ultiát, mind a kettő.
Itt van, nagyon lovos gyerek. Látom, geci, nem vagyok villám megfinhe. Van ultia? Oh, man. Van ultia? Van. Vagy nem tudom, nem nyomta ki rám. Csak gondolom, Yamato! Nem tudom. Megboosted Ofsky, várja, megérkezett a házba. In the house. Ha? Oké. Jó. Hát mi a faszomnak jó ez egyébként meg valakinek, most már komolyan beleverem a faszom a chat, a lehetőket kikapcsolom a geciba, az cső. Ennyi. Valakinek nagyon áll a fasza erre egyébként, meg én kikapcsoltam mindent, ma nincsen alert cső. Valakinek erre áll a farka, chat. Leszarom igazából, most hadd csinálja be, ezért nincsen alert. Most érdekli a pecsemet. Bárcsak én is ilyen midlane-nek kapnék, mikor jungle-ezek. Amúgy not bad, tisztem ezt a csávót. Basznám az anyját az ilyennek. Egy kalapáccsal a fejbe. Várjál, topot meg kéne lepni. Tudja. Melyik volt chat, aki megtalálja, az kap 5000 forintot tőlem. Mit szóltok hozzá? Ír el egy V1, irány játszótér, boys. Ez aki volt, ez játszótér most azonnal. Hónap játszótér. Na még egyszer. Ki van vardul, mi? Hónap játszótér 5-20. Itt akkor rossz a kép, igen? Nem? Hello? Nem, nem rossz. I mean, nekem jó. A vadászat elkezdődött. It's on. Ja, mert látszódik az alert kijelölésem. Jó, tudom, hogy értve rossz egyébként, meg jó, mert az OBS-emet veszi fel. Jajajaj, most már értem, mire gondoltál. Na, hogy álljon beléd egy... Na mindegy. Nem kriteltem, mondjuk már nincsen kritem, lehet azért. De attól férfinak kurva. Jó, Istenem. Majdnem egy kombóval kivágtam a testét egyébként, meg az ablakon a izének. Nilának. 5000 év bármit, chat. Hát nem vagyok buzi, de 5K az 5K. Aha. Nincs útja a gyereknek. TikTok a rossz a kém, azt mondja a pixel, lefosom. Na, pixel. Na. Na. Ezért vagyunk botolva, mert rossz a kép. Gang, jövök. De kringé ez a faszi. 5K tesó, egy 100 cigé szopok. Srácok, Szolnok megyei emberek. Van egy ismerősöm, aki 1200 forint elő egy doboz cigit, csak mondom. Csak mondom. Itt egy ward. Mennek Drake-re. Repülök. Szerb üzemanyagos cigi, nem? Nem! Valami angol cigi. Az, hogy honnan van, meg hogyan van, azt ne kérdezzétek, azt mondta. Bum bum bum, garigette bum bum bum, garigette bum bum bum. Ex Petro patronunk, testvérem. Gatya. Hát igen, ezt nem tudja lekerizni. Ezt kerizd, kutyám! Mi jobban smurfölünk. Yep. Legó, jövök. Hát na, apátok komolyabb a smurföl, mint az enemy smurf, mit szóltok ehhez? Nem, amúgy az a baj, olyan boosted kutya mezéje amúgy meg a kis barátnője, hogy amúgy legendás. Hack a buffot várad? Hát hogy ne várom azt az egy attack damage-ot egyébként meg, srácok? Hát az egy attack damage, hát az maga a megváltás, genyó. Gergő, köszönöm szépen a követését, üdv a streamen. Bocsánat, hogy nincsen alert. Ma valakinek arra áll a fasz, hogy bebotol engem, szóval nincs alert a mai nap. Az egy AD, srácok, hát amiatt nem lesz useless a karakter, amiatt nem lesz 44%-os innét gyerekának. Ezt kimondani is nevetséges egyébként, meg hogy ilyen kis lófasz buffot kap, bazd meg.
De remélem akkor ennyire fogják nerfelni a Ramuszt is meg ezeket. Jó Istenem. Oh shit, belesétáltam. Oh shit, oh shit, nem fog, nem kéne meghalni. No way. Miért nem jött ki az ultim, bassza meg? Dog játék, mindegy. Miért nem jött ki az ultim, hogy meghalt volna, akkor van egy köcsög legalább. I don't know. Miért? Buzi játék. Jó, az jó. Nice. Na, perfect KD. Meg de elbasztam, mert belesétáltam az Oriannal, nem odafigyeltem. Már be... Ember, azok a HP-k a depresszióbb fogok esni egyébként meg. Bussárcsi. Oh, no way. Zsa. Nyomod. Oké. Okay. És remove bot account. Yes, és kész is van. Nem értem, hogy ez most miért jön nekik. Na, Oreo-pannak köszönöm a követést a streamen. Ismétlem, elmondom neked is, nincsen alert, ne haragudj. Bebotlódtak engem meg kutyák. Aztán meg le kellett basznom az alerteket, meg kurva idegesítő, hogy 5 másodpercenként siu. Szóval, ja. Ennyi, két kattintással megoldottam megint a bot problémát, amúgy meg nem értem most ez miért jó. Gerinek valami izéje, nézőbotja volt, a csávónak a nézőbot előtt volt 200 izéje nézője, nézőbot, hogy lejött róla, lett 10. Az is mint Foxy néző. Azt hozzá kellett tenned. Hát persze, bazzeg! Gülten generálba csaj, szerinted boostolt? Ugye megnézem. Generál, már meg fogom nézni, tesó, jó? Vannak itt egy páram. Nice. Hogy öltem meg a csávót? Jaj Istenem, jövök botra. Gary stream ott voltam múltkor. Igen, amiatt nem nincsen be nézőbotozva, azóta nincsen 100 nézője. Az fel volt háborodva a csávó, hogy nem, akadja, nem adnak neki partnert, úgy, hogy tudja egyébként meg, hogy nézőbotol van, szóval nem úgy, he? Nice. Rohadj meg. Menne. Twitch, ó, király csáva vagy, de ne legyen olyan kemény. Ja, a Lulu meg elment. Jó van akkor. De ennyire boosted a Lulu, bazzek, hogy ajatt, hogy segíten Oriannek elmegy a faszom midre farmolni. Édes Istenem, he. Fú, hogy ér, hogy, fú, ezek az emberek. Utálom az összes ilyen boosted kis kecsöget. Legalább akkor ne játszom az accountján plusz. De ennyit tegyen meg az emberiségnek az érdekében. Pixel, én szoktam lurkölni a Gary streamen, not gonna lie. Amúgy egy avid Gary néző vagyok. Csak mondom, csávónak befutattam a karrierjét. Így lájtos. Ja, Istenem. Csávó, amúgy okos, megcsinálta, vágott nekem két videót, soha többet nem láttam egyébként meg utána. Na mindegy. Amúgy meg kell, nincs pofán megkérdezni Gary-től egyébként, hogy mikor akar megint vágni videót. Majd amúgy meg, hogy így megígérte és hogy így azóta várom. Hopp, figyelj. Vagy. Van X-húzta. Nem tud az én csapatomba lenni a csávó, mert Yamato botlénrem és ugye duóznak ezek ketten. Nem számít az X-húzt, bazd meg. Nem, az a baj, mert megnyom egy spellt és konkrétan Jax-e betű és dodge-ol mindent, mert az játék szerint a balanz. Fuck this shit. Garen az gareneskedik, afko. Nem tudom, nem tudom. CC kell arra, kutya láda, mokelli, dick dog dologra. Már undorítom, hogy meg az meg, hogy nyom egy izét, pörgés forgás kurva anyámat, aztán meg nem lehet sebezni, mert jó karakter XD. Garen alive.
Mit buyingolunk, chat? Mit buyingolunk? Vagy a Black Leavert, vagy nem tudom. Ja. Ja. Kicsit tankosítsa, ne tüntessen el ez a csöves. Hát most sem tűntem el. Nem kell félni attól. Én mondjuk a Grant mondjuk így mentálisan így meg kell dőjelezni, hogy bazd meg anyádat csinálsz, de... Mert máshogy erre csinálj, baromságot. Ez miért nem ilyen BD-es Adam Garen? Azt tisztelném. Én miért laggulok be debe? Jó. Kurva. Twitch pushot, botont. Valaki egy azért mondom, hogy izéljünk csak, idegesítsük őket, az cső. Ez jó. Ki a falból kutya? Rohadjál meg. Beadta a 40%-ot. Na csumi! Tök minden volt izém, amúgy kollektor, az is meghal. Csá, bacsi, csöcső! Bácsi, bacsi, bazz meg. Ilyen rohamon... Rohamon amúgy. Rohamon kapok nélkül, és rakom el a dupla B-t, hogy mire? Baront kéne durrantani? Hát ja. Kéne még egy szín nekem, egy fél szintet, hagyj farmoljak már ki. Generál, láttam, láttam. 1 millió skill pontos Yumi only, bazd meg. Hát, no comment. Miért van az, hogy 10-1-ben vagyok, annyi farmom van, sőt mondok jobbat, szarrá farmolom a lénereimet, hát mínusz ugyebár a Garen, meg kb. Vele egy farmom van. És így totálisan nem szintezek le senkit. Ez miért van a játékban? Unfair. Garen már megint. Geci az a csávó, az... Negatív tizikú. Ez jó. Nice. Hát megjött a balansz kapitány. Sebezhetetlen. Amúgy Nilának nem akarja kinerfelni a büdös geciláda rákos faszomba ezt a kurva forgását? Az meg nem lehet sebezni ezt a szart, amiközben forog, he. Hát a faszomat bele. Bejön egy kombóval, levansatol mindenkit. Ő meg nem lehet sebezni, hagyjál ma a picsába. Ütélyek kell ezen AP-t, az W-t maxolja, köcsém. Riot Games, mondjál már valami ötletet ellen a hülye játékvállalat, geci. Ki a pocsedő, bazd meg. A hülye boostet kurvája meg, ilyen kell nyerni a gémet, hogyha így haladunk egyébként meg, mert azon nagyon izé, hánlakó. Nem tudunk mit csinálni, de mondom, nem, Nilát szedjük már ki a faszomban amúgy meg. Urgot, tök jó. Garen, tök jó, Trudy mit csatlan az ultidra meg, bazd meg, izé Ignite-ot, tök jó. Le kéne vinni ezt majd ezt a szart. Na, mertem én ezt? Kéne... Azt kell, hogy beingage-elek. Crit? Hát crittel nem fog többet base katakolgatni, srácok, hogyha dodge-alja minden base katakomat egy spellből. Azt kéne, beingage-el a Garen, a Nilára. Ráultizik a Gálió, és utána megnyerjük a fightot. Csak a Garenünk meghal minden gecis fight elején, vagy itt van random topon és pusholgat, mert miért ne? Hülye picsáját megfogjuk meg, de mit cselegetjük. Most a Garen elhúz egyébként meg két embert, ugye nem döglik meg, mondom ne dögölj meg hülye gyerek, akkor jók vagyunk. Jó, ott oké. Vá, gyere. A izé, Lulu is jó. Dögölj már meg te szájba tekert nyomorult champ geci! Meghaltam. Nerfeljék már Nilát a faszomba, he! Nem tudom mit csinálni, mert a 4-9-es Orianna egy W-Q-val bazdmeg rám sebb 1200-at. Szóval MR-t kell vennem, HP-t kell vennem, mert akkor meg tankokat nem fogjuk megölni, mert rajtam kívül senki nem sebez ebben a kurva teamben. Nem tudok el mit csinálni. Kell 4 item, geci.
Nagyon szuper. Garen meg chillingel. Ahelyett, hogy bepusolta volna amúgy meg a wave-et. Nem 3-0-ában volt a Garen, vagy mennyiben? Nem tudom, mit csinál benne a game-ben a csávó, de semmi különöset. Igazából csak chillezik. Ezt meg kell vennem, de aztán móvot is kell vennem. Mert 4-9-es Orion megbasz másképp. Jó, ez? Ezt csinálja Garen egész game-be, bazd meg. Garen abuser, ez a baj, nincsen agya. Csak megy, osz, megy előre, azt ennyi. Kész, mechanikai player. Nem tudok mit csinálni, de mi a fasz csinálni, az a baj. Bejön bazd meg, beugrik, halhatatlan, magához ránt, rosszabb, mint egy Diana bazki. 800 gémes Garennek annyi vinnétje, mint a Z30 gémes urgatnak, és ja, meg ugyanabban az elóban is vannak, amúgy az a vicces. Oh, igen, nem akarok veszíteni ma megint, ha. Oké. Okay. Miért? Hagyom a faszom, nem baj, mert... Vaj, megint Garen, megint Garen, tehát meg mindig a Garen amúgy, azt bírom. Tehát egy kivétel nélkül a csávó, egyébként meg itt szenvedett, bazd meg. Alright, alright. Irát kéne megbaszni. Na, de tudja, hogy mit kell csinálni, mert már ránflash mindenelt. Garen, please, no. Homeguard, léci! Fiat, nem adja be a homeguardomat, getsz. Nincs ulti, hogy megflash ennek a pöcsnek. Hát ez is kurva, de imádom, mindenki rám jön. Bro, hagyd mozogjak már. Nem tudok mit csinálni, mert hogyha engem kiszednek, akkor más nem tud csinálni semmit, geci, és csak engem akarnak kiszedni, ja, szóval... Isten. Ennyi. Hát az gatya. Nem tudok mit csinálni. Egyszerűen nem tudok mit csinálni. 3-9, geci a kén, és egy szinten vagyok vele! Miért kell nerfelni a dzsungelt? Ezért bazd meg! Hogy ez a kurva kén climbolni tudjon, én meg nem? Hogy ne lehessen snowballoznom, meg nem tudjuk bazd meg 1v9-ezni, ezért kell nerfelni a dzsungelt, hogy ilyen buzik nyerjenek? Hát geci bazd meg! 19k damage-je volt egy asszín kénnel ember! Öcsém! Unlucky, I guess I don't know. Kritikán nulli ez a játék, geci, amúgy nem lehet kárizni már. Tök mindegy, mi a fasz csinál, ilyen Garen, geci, pörög, forog, börgörög, topon, azt tudja, mi a fasz csinál, az coin flippingen 800-900 meccset, ebben az elóban, mint én, az cső. Lenyűgöző. Na jó, van, elmentem már, meg pár jó, van, tesó, csá. Na, csuma, csuma. Cső, cső. Nem tudok mit csinálni. Hát, csak ez valószínűleg ennyi a mai napra igazából gatja. Megpróbálok majd offstream kicsit climbolgatni, mert... Kicsit csak jobban megy, bazd meg, de... Ez bazd meg amúgy, meg öcsém, ha. Ja, hogyha elnébe lenne, akkor már 12-0-ába lenne, és már minden harmadik percben. Persze, hát ez mindig így van. Faszát. Predit mindjárt adom. Áh. Szánalom. Nem lehet szóló kell érzni már benne a játékban. Kinerfelték a dzsungát, az gatya.
Egy roll volt, ami actually abuse-olható olyan szinten, hogy tudjál 1v9-ezni, hogyha jól játszol, de hát... I guess... Vegyük el a lehetőséget az emberek, ezt meg tudják tenni. A boosted midlaner Pina legyen, menjen szépen fel, climbolgasson, chillingeljen, azaz Emerald 1, nem boosted egyáltalán. Geci, én meg szopjam a faszt ebben a dogelóban. Átmentem midre? Hát nekem is az kéne, bazd, mert ugye grace mid ezek, vagy én nem tudom, ez vicc. De ez a Kane nyert. Ez a Kane. Amúgy, tudod mit nem értek amúgy még, chat? Megmondja, mit nem értek még? Szóval... nem mutatom. Várjátok. Szóval 191 farm, oké? Okay? Ez maradjon. Tartsatok kézbe. Apának 100, vagy 234, jó? 11.39, 20-as KP. Kane 397, 10-es KP. Kétszer annyi KP-n van. 16. Mi? Kane abusing, by the way. Jesus, ember. Készített ő is, neki nem jött be annyira. Bár ezek után nekem sem, bazd meg. Csáó, csak nyereget Kane. Ment egy normál gent, és úgy nézett, tudod mit, ez az én csempem, és így random nyert, utána pedig 6-7 rankedet nyert Kane-nel. Mit is istenem, oké. Okay. Jeti, köszi a falut, üdv a streamen. My bad, I guess, bro. My bad. Nem hiszem, hogy ezeket a gémeket nem lehetek elrizni, geci. Miért kellettne? Istenem. Minden megyek off-stream játszogatok, nem lehet elrizni manapság, mert hát nerfeljük a snowballt. Aztán, ja. Kénezni kéne neked is? Nem akarok kénezni, nem szeretem azt a csempet, olyan béna. Nem tudom. Kó lesz Minecraft, majd te elvágtam az ereimet élő streamben, jó? Azután bármikor, minden nap. Minden nap. Pont, mondjuk ilyen game után így fontolgatom. Mindegy, csácsát igazából, nem tudok erre mit mondani, én őszintén leszek, tehát, hogy mit csináljak. G to the G, meg a tököm tudja, aztán megpróbálok nem megszegni egy-két hát ilyen Trianon, meg Geneva egyezé, meg ilyeneket, oké? Okay? Mit szóltak hozzá? Próbálok nem ellent menni ennek. Mert